Nyomassuk! Forog? Forog ez a szartos? Uh, forog, ja. Csá. Cső, Akkor ez egy fasz volt. Köszönöm, megnéztétek. Tudjátok, jó. like, dislike, és akkor megyünk pihenni. Ja. Jó, jó. 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 Kezdjük várjál. Uh, elég jó hangerő, kicsit félbb kéne húzni Engem lejjebb, Kolos. Engem lejjebb, te is tudod. Jó van, meg vagyunk, meg vagyunk, meg vagyunk. Na, faszad. De... Ma este live, ugyanis ők ezt szerdán látják, úgyhogy ma este Most, a most live. Igen, aki nincs Instán fönt, az iratkozzon már fel az Instánkra, vagyis hát kövessen be minket Instán, az újak közül, mert Pont ott, ott osztjuk meg. Hogy hol vagytok? Ott, hol vagytok? Ott osztjuk meg ugye a közérdekű infókat, mert ott a legegyszerűbb igazából, ja, ja, és ja. Ott, szoktuk, ott szoktuk volt, meg ott fogjuk majd kérni a live-okat is, és aki akar önni az onnan tud értesülni, mert most lehet, hogy mondjuk itt, de hogyha most hallgatod ez délután 5 órakor, és 7 van live, akkor már lehet, hogy nem tudsz. Ülni. A szopó. Egy, megvan, hogy nem mindig pont akkor nézik meg az nézők, pont most itt Hankó Gyura is, régi törzst hallgatunk, hogy a TikTok videókra reagált, hogy basszus nem tudja, miről van szó, szóval ma nincs ideje nézni sajnos. Úgyhogy tényleg, aki, akit, aki úgy gondolja, hogy érdekeljük, az, ő, hogy ez hogy kell be Instán a picsába. Igen, igen. Aki, aki, akinek tetszik az, amit csinálunk, és kíváncsiak vagytok a háttértartalmakra, mert ott azért vannak ilyen kis háttérsztorik, kis... Néha vannak, bár most nincs időm egyáltalán is, hát ja, de csak Hát néha, amikor van, van, valami izé, akkor felteszem, valami izgalmas dolog, vagy mit tudom, még egy kis háttérinformáció, plusz ott tudunk kommunikálni a nézőinkkel, mert az a legrosszabb az, az egész, hogy gondolkoztunk rajta, hogy Facebookot kéne csinálni, de nem. Be, vagy, mert az, az, a gyász közösség lett szerintem sajnos. Ott, az a gyász platforma. Az a, de az a baj, hogy mind, ez, ez, pont olyan, mint a Maricsúj, vagy, vagy pont olyan, mint a való világban az meg, hogy mindenki azt mondja, hogy nem Facebookozok, de mindenkit mindenki Facebookozok. Facebookoz. Igen, úgyhogy lehet, hogy az, azért szoptuk be ilyen szempontból, hogy nincsen Facebook csatornánk, de mindenki azt mondja, hogy egy hulladék, egy trágya, ott vannak az, az idősebb generációk, a, a lehúrogó generáció, mert azok ott, ott befészkelték magukat, be, izé, körbeásták magukat, besáncolták, ők ott maradnak, és onnan köpködnek mindenkit. Szóval nem mennek el ilyen különböző platformokra, mint a Instagram, vagy az ilyen újabb platformokra, és mindenki azt mondja, hogy már nem Facebookozik, de igazából, meg szerintem de. Én mondom, Laci, ha akarsz vele foglalkozni, foglalkozni. Nem akarok. Én nem vagyok hajlandó nem Facebook csak oda csinálni. Csak az magunk. a baj, hogy nem vagyunk sokan az Insta csatornán, de pedig e, ott, Reklámozzuk minél jobban. ott tudunk veletek kommunikálni, gyertek, fel a Insta, -ra. Podcast, Insta oldalára, és akkor faszán tudni fogtok mindent időben. É, így van, így van. Meg ugye, yeah. hogyha ez az ezer meg lesz, akkor tudunk kirakni közösségi posztot a YouTube-ra is, de hát az most a YouTube az vagy kidobja nektek, vagy nem dobja ki. Szóval az ilyen, az ilyen megint ilyen random dolog. És nem akarok elszomítani senkit, de ezzel után lesznek reklámok. <laughs> Ahogy ja, most vannak reklámok a podcast közben, én nem tudom. Közben szerintem nincsen, írjátok meg, most még meg tudjátok írni, mert... Szerintem csak előtte van, mert ugye, hogy mi pénzt nem kaptunk ebből eddig egy, Szart egy csak forintot sem, mert ugye nem volt ezer feliratkozó. Nem, 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 De szerintem előtte akkor is van, közben lehet, hogy nincs. Hát az a helyzet, hogy... És sokszor ö... vissza egyszer sem volt, előtte, utána esetleg. Mm, az a helyzet, hogy ö... hát rakunk majd a reklámot. Tehát, hogy, ö... De azt mert... meg tudod határozni, hogy hova? Igen. Hát valószínűleg ilyen negyed óránként szerintem. De, de, konkrétan per másodperc Be tudom pontosan rakni, igen. Ez igen. jó lenne, akkor mondnánk most egy kicsit. A ja, -ja. 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 Úgyhogy, -ja. de még mindig azt az álláspontot követem, amit mindig mondok nektek, hogy fizessetek, fizessetek előre a rohadt YouTube de prémiumra, de és nem rá kell rá reklámot nézni. Nincs rohadt hogy 400 ha száz, forintot havonta. Ha száz évig élek, se fogok venni YouTube 450 prémiumot. 450 forintot fizetek havonta. Nem azért fogok venni YouTube prémiumot. Akkor hallgassátok a reklámot, hogy minél többet belerakok. Tényleg ezért fizetni, a youtube -nál? azt mondod, hogy tudok ilyen három percenként is reklamot elrakni, és tehát így kéne a le másfél órás foglalk, le Az a baj, Kolos, hogy értem azt, amit te mondasz, de figyelj, mivel kezdődött el az egész hulladékság? Ez az egész tíz évvel ezelőtt kezdődött el, amikor örült a YouTube, hogy felmentél rá. És azért fizette a tartalomgyártókat, mivel a tartalomgyártók, hogyha vannak egy platformon, akkor az már önmagában hirdetés. Szerintem. Ezért fizet neked a YouTube, mert te már önmagában hirdeted és áhítatod a YouTube-ot mint, YouTube mint csatorna, mivel te ott vagy a nézői közönségeddel. youtube nem De... kell hirdetés saját magának. Mo jó. Jó, én értem, de régen nem volt egy kurva darab reklám sem volt. Semmi nem volt. meg én is emlékszem arra az időkre. Emlékszem, amikor bejöttek az első reklámok, és néztem, hogy mi a miért van itt reklám? És legelőször én 5 másodperces volt, és figyelj, most én elmondom neked, hogy hogy van most, mert hány inger ez a YouTube, úgy erről beszélünk, hány inger ez a reklám szekció, mert te már régóta nem tudod, mert te megvetted. Olyan dolgokat csinálnak most, hogy nem hiszed el, nem akartam elhinni, figyelj. Legelőször úgy csinálták, hogy 5 percenként volt, ö, 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 5 másodperces reklám volt, jó, kibírta. Utána volt az, hogy át tudta kattintani, el, ö, 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 akkor még nem volt telefonon sutolás, hanem akkor még laptopok voltak, számítógépek voltak, jobb oldalt, bal oldalt ment a folyam, meg ilyesmi, meg a, YouTube, meg a Facebooknál is ugyanez ment, mindegy. Igen. És akkor ö, utána kezdett el így behergelődni, hogy ilyen 10 percenként, 15 percenként, és meg kell várnod, de azok nem olyan hosszúak, azt hiszem, hogy muszáj megvárnod az ilyen, az ilyen 30 másodperc maximum, amit muszáj végignézni, nem lehet el kattintani. De általában úgy van, hogy 5 másodperc után mindig át lehet kattintani. És most mondom neked, hogy amikor én most csak éltgattam a, a műhelyemet, meg idefent fent a, a izét, a, a padlásomat a, a házunknak, akkor hallgattam a az ótrahangot, amit szeretek, és az YouTube csatornán van fent. És azok is tele szarják reklámmal. És az leg... De mennyire szarják tőle? Hát figyelj, nekik is egy ilyen hosszabb, ilyen 40 perces, 30 perces beszélgetéseik vannak, és ott, ott is van egy ilyen 10 percenként biztos, hogy van. 10 percenként biztos, hogy van, és most mondom a... Ilyen negyed órára gondoltam. Most mondom a, a best tactics amit kitalált a YouTube, mert én ezen tí... Szerintem ezen egy hétig gondolkoztam, hogy ez most az én fasságom, hogy én ezt belelátom, vagy ez, vagy ez igaz. És rá, sajnos rá kell jönnöm, hogy ez, ez úgy van, ahogy én gondoltam. Figyelj! Re figyelj Csak pénzt keresnek Elindítod, de nem, ez agymosás Elindítod, amit szeretnél nézni Nézed Jön a reklám El tudod kapcsolni De mivel úgy vagy vele Hogy te most sepregedsz Piszkosul meg takarítod a garást Vagy a műhelyet Nem fogok oda menni a telefonhoz Kikapcsolni, átugratni Ezért mondom azt az 5 másodpercet 30 másodpercet kibírom Hát nem. Ha nem kapcsolsz el jön a következő. Jön a következő, mert az algoritmus, egy, ad egy, amire én gondoltam, alszol és agymosás. Jó, mondjuk ez már ilyen nagyon, nagyon deep. De figyel, figyel, de figyel, hogyha alszol és leszarod, vagy remfázisba vagy, úgy vannak veled, Á, itt, a, itt, a, itt a hely, itt a hely a reklámnak. És akkor benyomjuk, te meg így nagyjából hallod. E, ez egy, agymosás, biztos vagyok benne. Kettő, hogyha ott van az a lusta majom, aki lusta felkelni, hagyd hallgassa a reklámot és Nem, egy nem öt másodperces reklám, nem, 30 10 másodpercesek rám, múltkor egy 5 perces beszélgető kvízműsorra tett át, ami, ami ami arról szólt, hogy, hogy, milyen egészség, hogy mi, mi, mi a baja a májadnak, meg hogy most meg fogsz halni, és hogyha nem eszed meg ezt a gyógyszert. Szóval ez is egy reklám volt, csak egy ilyen 5 vagy 10 perces volt. Érted? Vagy bejönnek az élettanácsadók, bejönnek ezek a élettanácsadók, ja. meg a, az a csávó, hogy, izé, hogy így lehet keresni. Hallottam Na, róluk. Azok, azok, bejönnek, Hallott, és azok az 10, meg. De jó, hogy nem magad 10, 15, 15 percen keresztül tudnak beszélni. Három, meg hogy hogy legyen Ferrari, de egy Igen. Évúval, ugye? C... Na, akkor csinálj 1 millió forintból 100 millió. Igen, három célja van ebből a Youtube-nak, amire én rájöttem, és abból az egy, abból az, egy az, az, pozitív. az pozitív. Szóval, egy, agymosás, mert alszol. Szerintem, de ez mind az én véleményem. De figyelj, hogyha ott vagy renfázisból, az félfüllen hallod, de ez a legjobb, ez a legjobb megoldás. Sose gondoltam volna Hát jó, saj, én igen. Egy, agymosás, kettő, az, hogyha nincs ott a majom, akkor bűnhődjön. Bűnhődj! Vagy nem, nem, nem is tudom, hogy kiasználják az alkalmat, hogy akkor még, 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 még reklám. És a harmadik, ami pozitív, az, az abból fakad, hogy mivel te lehet, hogy tényleg bealudtál, vagy lehet, hogy nem is hallod, ezért nyomja a reklámot, de te nem veszed észre, mivel vagy alszol, vagy nem vagy ott, vagy nem érdekel, vagy nem odafigyelsz, és akkor legalább nekik megvan a reklám idejük és nem azt ö, 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 kergetik a öngyilkosságba, aki nézni a YouTube-ot. Szóval, hogyha elkattintasz, akkor nincs több reklám. Hogyha ott tűz előtte, katt tovább, nincs több reklám. De hogyha nem kattintasz, nem kattint, az hát biztos, hogy megy a következőre. Mm, Úgyhogy istem. ez, szerintem ez a három megoldás. Érdekes. Gondoljátok, gondoljátok át. Youtube Premium gyerekek. YouTube de Premium, az, az... vagy még mindig él a másik lehetőség, hogy ugye föltesszük normál podcastadásként és bármelyik podcast platform tudtok minket hallgatni reklámmentesen. Csak akkor nem látok minket. Akkor nincs videó. Igen. Nem látjátok, videó, hogy De hogyha szeretnét, ha szeretnétek minket támogatni, akkor YouTube-on nézzetek. Mi valószínűleg mi jó drabig fel fogjuk tölteni a podcast platformokra is, mert hát ö, nem most nem fogunk ebből most nagyon pénzt keresni. Mit mondtál, hajandikak vagyunk? A, pú, a Apple podcasten tegnap 64-ek voltunk. Mennyiből? Hát top 200-as lista van, nem tudom összesen. És jó. ez csak magyar? Aha. Nem, a Magyarországon leghallgatottabb podcastek. Most néztem, ma, ma 76-ak vagyunk. Lejjebb csúsztunk. Hát egy kicsit. Jó, de hát basszus, az nagyon durva. Balázsék az első? Hát, persze, szerintem igen. A legelső Balázsék, Friderikusz, Partizán. De bazdag, ott vagyunk a top 100-ban. Az, 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 az nem szar. Nézzük, a Friderikusz a 42-dik. Mi meg a 76-odik. Előbb volt a második, a Friderikusz. Akkor az mi? Friderikusz kétszer van. Fédelik, az miért van kétszer? Fizetett. Rohadjon meg. na mindegy, szóval, na, ben vagyunk az Itt első szállal. Utánunk. utánunk? Hát én ezeket nem ismerem, de mindjárt mondom. Kék egyenlőség, Karizma Podcast, The Dark is Rising. Tehát úgy van, hogy vannak külföldiek is, mert ugye Magyarországon azért hallgatnak külföldi podcasteket is. Estimese gerilla, Karrier Podcast, na mindegy. Szóval, szóval az a lényeg, hogy, 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 hogy ugye most már valószínűleg, tehát így lesz ugye reklám a podcastben, Uh... Szóval. De amúgy meg nincs igazat valós. <laughs> Miben? Ha az, hogy vegyen mindenki YouTube prémiumot. Annyi fasságra kell már előfizetni basszus, hogy én ki sem merem számolni. Mert eddig, eddig az nem volt... Kell. Eddig... Nem kell. Nem kell, de a Netflix, Hogyha haradni akarsz a korról, és nézni akarsz vízi csatornákat, vagy né, nem nézni akarsz sorozatokat, akkor kéne egy Netflix. Jó, nyilván nekem szart se mivel magyar nincs benne három darabnál több, hanem mind eredeti nyelven van fent felirattal közszépen, úgyhogy nekem az már kilőve, de egy-két filmet megszoktam majd a nézni, ami magyar. Utána ott van az HBO. Hogyha van gyereked, akkor kihagyhatatlan a... Mi az? Disney. A Disney akkor uh, fizes elő az RTL plus mert ott vannak a benfentes tartalmak, meg vannak olyan műsorok, például most jön ki a, Z, a Jimmy, a Jimmy az csak RTL Pluszra jön már ki, akkor kell egy RTL plus is. Neked van, nem kell. Neked nem kell, de, de van, akinek ne kell. kell. Akkor ott van a TV2, utána, várjál. Mi? TV2-nek? TV2 is van pluszja, nincsen még hát Tökön fizet elő ilyenekre. Hát de, 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 annyi, annyi hülyeséget... azok ne néz, azok iratkozzanak le róluk, akik aki ilyeneket néznek, létszik. de, létszik. De annyi Jó, hülyeséget. nem akarok senkit megbántani. De annyi hülyeséget csak. kell már Ó, előfizetni, Bistán. mert eddig mi volt? Az, hogy jött régen, jött a, a, havi számla, azt hiszem a postás hozta a tévénél, amikor még földfölötti adások voltak, azok a sugázatadás, és akkor számlán kifizetted, aztán mindenki boldog, aztán nézted azt a hat... Igen, de Tíz csatornák. Gondolj bele, hogy most felsoroltál ilyen nagy international streaming szolgáltatókat, uh -huh. jó persze most mondtad az RTL-t is, de hogyha van egy YouTube előbb és nézel magyar YouTube-bereket, akkor a Magyarországon lévő tartalomgyártókat támogatod ezzel. És és ezért éri meg szerintem igazából azt a pár száz forintot havonta. Az a Azon kívül persze, hogy nincsen reklám. Az a baj, hogy sokszor pár száz forint, most már én is nem merem átgondolni, mennyi hülyeségre küldök havonta. Nem tudom, mindegy. Ott van a izé a, a, a telefon, az in, a, a korlátlan telefonra, akkor az akkor a ingyenes beszélgetés, ami nem ingyenes, mert havi ízbe van, akkor utána az internet, utána magány utána a lakásbiztosítás, életbiztosítás, Mindegy lényeg, a lényeg, hogy a, Youtube-on lesz, lesz, most már reklám a podcastekben, aki, akinek ez nem szimpi, az nyugodtan menjen át Spotify-ra, Apple Podcast-ra, bármire, másra és ott tudja reklám nélkül hallgatni. Jaj, ja, ja. ja, ja, de most már ez így lesz, mert ez nekünk is, ha már így ilyen szépen gyűltök, akkor próbálunk. Ja, akkor próbálunk mi is fejlődni. Már éppen azt pedzegetem nak hogy mikor lesz heti három adás. <laughs> Velem soha. <laughs> hát akkor, akkor nem tudom, hogy hogy lesz, fogalmam sincs. Ja, úgyhogy most kell nyomni, mert most nem ja. a csatornam. Ja, ja, ja. Úgyhogy tök jó, hogy itt vagytok, köszi. Köszi, nagyon kíván. Valamit ki kéne találni úgy, mert, mert tényleg az is jó lenne, hogy Zakari is itt, vagy Zakari, mindig Zakari mondok, Dani is itt lenne, és akkor hárman tudnánk beszélni. Az jó lenne, igen. igen tudnánk igen, igen. vitatkozni, beszélgetni, vitázni, az is nagyon jó lenne, az is jó, amikor ti vagytok hárman. Az jó lenne, meg jó lenne, majd jó, tudom, hogy te nem fogsz állni, de jó lenne azért ilyen behind the scenes videókat csinálni még. De nem, szívesen. Amikor a, így a csinálunk, a együtt, van, együtt szóval... valamit, az tök jó lenne. Azok, azok olyan jó videók voltak mindig, azokat én, azokat én ja, szerettem hát, vágni fíj, és megcsinálni. Ki kell valami falusi találni, ami, ami hasznos is. Hogy valami... Hm. Hm, ki megyünk kapálni? Vagy hát, nem, az, hogy valami, valami, valami <laughs> szebbet, valami újat kapunk, mint például a, a kandalló. Aki nem néztem a kandallós videót, az nézze meg. Van olyan kettő vagy három részes? Hát van a, a, stúdióról egy jó pár videó. Van egy lejátszásodista, aki nem látta, az keresse meg a, csatornán van. egy lejátszásodista, a stúdió és akkor ott a, stúdióról minden, egészen onnan, onnantól, hogy a, tavaly így. ilyenkor, amikor itt egy nagy rakás kupleráj volt csak, tehát hogy ja. itt semmi nem volt, csak lom. Így van. Így a nulláról fel van véve minden, amit a stúdióban ja, ezek tak jó kis videók, hát figyelj, majd, hogyha lesz még ilyen, ilyen, ilyen attrakció, akkor azt fel tudjuk venni. Ja, ja. Fel tudjuk venni, és akkor mehet a behind the Saints be Képzeld nekem, egy ö, nagyon régi osztálytársam írt most, középiskolás, hogy gratulál a podcasthez, és, ö, és természetesen. Úgy, nekem, engem is találnak megismerősök, rokonok, haverok, nekem most szobatársa. Mondtad, hogy... hogy a a szembeszomszédunk is. Igen, igen, a szembeszomszéd is szólt, hogy izé, jó, jó, a titok videók, új Isten, <laughs> van, ne, Léci, ne nézd, Léci, ne, ne nézd. Most már, most már gondolkozni kell, hogy miről beszél az ember, mert, mert Ladányról nagyon nem tudsz már mesélni, mert már lassan nézd. de hogy mondtad, hogy neked van valami történet? Van basszus, de én nem, nem én nem, merem beadni. Én nem merem beadni, mert hogyha ez kimegy sortba, minket fejbe lőnek. <laughs> Akkor igen, ezeket sorban nem rakom ki. Figyelj, haver. Már úgy meg annyira sokan a sima podcast. Én, én sírtam. Én ah. sírtam. Nem tudom, hogy hogy fogjuk megoldani. Kolos, vagy ezt vagy bevágja ezt a pici részt ide, vagy vagy, kiteszem Instára, ez egy fénykép. Tegnap előtt elmentem boltba, és... Tedd ki Instára, és akkor legalább az emberek jönnek az Instánkra. Jó van, kiteszem Instára, nézzétek meg. Ez egyetlen egy darab fotó, és nem hittem el. Figyelj, haver, várjál, elmondom a sztorit, még ne nézd. nem mondnak, hogy mi ez az épület, mert fel fogod ismerni. Falusi attitűd. Mi... Az az egyik legabszurdabb dolog, amit te el tudsz képzelni falun, ami nem polgárpukkasztó, nem undorító, de így leesel a bicikliről, hogy mi a fasz. Abszurd. Abszurd. Láttam valamit egy ablakban. Láttam valamit egy ablakban, itt ladányban, a faluban, ami nem magamutogató, nem, ö, nem ö, ö, polgárpukkasztó, nem ö, tróger. Ez egy ember volt? Nem, vagy ez, e, ez e, 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 nem ember, és nem tárgy. És így néztem, és leestem majdnem a bicikliről, és mondom, visszafele erre jövök, és le kell fotóznom. Ezt muszáj lefotóznom. És az a gond, hogy ismerősödnél? Ö, nem, nem ismerősödnél ja, van, hanem így, így befostam. Na mi, szerinted mi élőlény? Maradjunk annyi, hogy egy él élőlény? élőlények... Élő lények? Élő lények. Kaméleon? Vannak valahol. Kaméleonok? Ne. Mik? Mi az, ami... Nem tudom. Szépen óvatosan ránagyítunk. Tudom, melyik ház, igen. Majd... Nem látom még mindig. Majd a házat kiszedjük, és akkor nem fogják felismerni. Mi az úristen az? <gül> <gül> Nem, de hat, hat darab, hat darab volt belőle, csak a há, hár, ott, van egy, kettő, és ott a harmadik dugja a fejét. Nézzétek a képet, gyakorlatilag az ablakból kifelé az utcára csirkék néznek. Csirkék, hat darab csirke gyöngyi, vagy csirke? Valami csirkeszerűség. Benne az ablakból Az ablakban, kifele. az ablakból kifele. És érted, amikor, ott, ott nem, há, nem, nem, kettő volt, ott hat darab volt, kettő ott van a, a, a párkányon, egy pedig kukcská. de, hogy, de hogy ez nem egy ilyen izé, nem, tróger ez egy, nem, ez, izé ez, fú, ez egy izé, akármilyen ház, jó, hanem ég, egy felújított, megyek ablak mögött. Így van, így néznek van. Így a csirkék az van, ablakon. csirkék bazd meg. Érted? Mert Ezt már kivágjuk úgy, hogy ne látszod, jön a hát, csak az ablak, és akkor nem, 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 nem lesz semmi Igen, nem belőle. kompromittáló. Ja. Mentem érted a boltba, vennem, ke vennem, kellett, egy, egy, marék szeget, egy marék szeget, és akkor így megyek, 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 és ugye, anyád! És úgy, mondom, ezt csak én látom, tudod, hogy mondom, mi volt ebben a reggeli kávéba? ott hat darab gyöngyi vagy csirke így, bent az ablakpárkányba. És mondom, lehet valami dísztyúkok, vagy nem Visszafele jövök. De miért van bennak, akkor is a házban? Nem tudom, melegedtek, megsajnálták dísztyúkok, nem tudom, bazd meg. És akkor oh, izé, Isten. elmentem a vasasboltba, jöttem vissza, vagy elmentem egy boltba, jöttem vissza, és mondom, visszafele megállok és lefotózom. De, de pont jöttek, mondom, hogy nem, nem, nem. És hogy három képet nyomtam, aztán mondom, hogy ez bicik, ez hogy befényképeztem, szóval éles, nem. nem hiszem el, bazd Érted, és is sírtam, hogy Uh, igen, hát a Írjátok, falun, falun írjátok ilyenek. meg, hogy talá, ti láttatok-e már hasonló ehhez. Abszúr, abszurd, abszurd, dolgot? Abszurd, abszurd dolgot. És érted, az a legdurvább, hogy ez, ne, mert amúgy ez nem egy nagy valami itt falun, mert tényleg. Hát, nálunk az alap, hogy a ö, csirkék ott kapargásznak az hát 47-es főút mellett, persze, meg ilyenek persze. az sima, sima Ezek előfordul. már okos csirkék, akik túlélnek egy-két hetet, azok már tudják, hogy mit hogy szabad, azok körülnéznek igen. A, a dolgos átkelőn és simán megnyomja a gombot. Igen, igen, igen. <laughs> ö, azt nem is meséltem, hogy nekünk meg a malackáink jöttek ki. meséltem. Nek nektek jött ki? Azok, voltak. de, de én ezt elküldtem neked. <laughs> és azt vágott, hogy fü egy Facebookos mém oldalra, ahol... Uh... Körösladány hangjába küldte nővérem, Nővérem küldte, és fenn volt a Körösladány hangjában, <laughs> hogy, hogy, hogy a, 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 suli előtt két disznó vár a gazdáját, mert ott az a I I I Igen, ugye nem messze vannak ott a elzárva, és hát ők euh, szabad, szabad lábra helyeződtek, és készült a kép. Nem, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy képzeld el, hogy ez a kép, ez annyira megfutott, hogy fölkerült egy mély oldala. Azt mondja, mindjárt mondom, mert. Nem, azt már felkolos. Megvan az ember. De aki... ezt neked is elküldtem, nem mondod, hogy ez a tétek volt. De, de biztos, ezt, ezt küldted? Igen, igen. Na, figyelj, van egy ilyen oldal, hogy Squatting Slavs in track Suits. Tehát ugye ez, ezek ugye, uh, mindjárt beírom, ugye ez ilyen szlávos gyűjtő oldal tudjátok, amikor ilyen tipikus ilyen szláv dolgok vannak, bár ez egy dolog, hogy mi nem vagyunk szlávok egyáltalán, de fölkerültünk a Squatting Slavs on Tracksuits oldalon, ami 1,2 millió követős oldal egyébként, <laughs> és uh, a fényképek között, Mikor most sokat kell visszatekernem valószínűleg, de de valahol itt láttam, hogy guess the country. És akkor, és akkor fönn volt a kép. Hát most nem fogom megtalálni. De majd föltesszük ezt is Instára. Jó, majd megkeresem. Na mindegy, szóval itt van, itt van font, itt van fönt az jaj, Ja, 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 ja. Úgyhogy a malackák azok világhírűek lettek. De hogy került fel? Hát nem tudom. Ki látta meg? De van itt egy másik is, nézzük, itt az autópályán megy egy malac. Ez bulgária. Az nagyon piros az a malac. Ez a még pont így nézett ki, mire megdöglött. De most nem azért, az Orbáncnak pont ilyen tünetei vannak. És rohadt nagy. Na, szóval, szóval ilyenek vannak, jaja. úgyhogy ők körben egy picit, aztán, aztán, aztán visszavitték őket, úgyhogy... úgyhogy ja. De ki jött rá, hogy, hogy elhagytátok a disznókat? van egy ismerősünk, aki tudta, hogy a milyen késő visszaterelgette. Nem már. De. de. is kis háznál. Most az, azt nem mondom el, hogy hol, mert Basz, az nem publikus. Basz. Szekkolos. szeme. Ja, ja, úgyhogy ilyenek vannak. De, de Körös Ladán hangja, hogy futott fel egy ilyen több milliós megtekintési oldalra? Hát, nem tudom, nem tudom, nem tudom. Hát figyelj, ez ilyen. De itt van több ilyen kép, és itt is van egy kép. Itt egy nagyvárosban mászkál egy disznó. Ez, ez, meg, ez Ami egyszer felkerült az internetre, akkor az ott is marad. Az ott is marad, jaj, jaj. Na, majd megpróbálom megkeresni, aztán föltetem nektek Instára. Az, az, nagyon durva. Én, ja. én nekem nővérem küldte, hogy nézd már meg, hogy mi van. Igen, azok a voltak. Körös hangja, nézzétek meg, nagyon faszal vannak ott fent tisztgatók. Úristen, arra már régen beszéltünk. Nagyon sok disznós poszt van, nézd meg, itt disznók vannak egy, egy a temetőben. Na jól van, engedjük el ezt az oldalt. Régen ja. beszéltünk Körös Laján hangjára, de én nem is vagyok benne. Fú, én meg nem facebookozok nagyon. de akkor sok, sok vicces dolog van. Akkor fent. ránézhetünk, hogy... Hogy mi van mostanában? Most kit akarnak megölni? Hát most amikor nem a legutoljára meg. beszéltünk ö, erről a csoportról, vagy oldalról. U, az akkor, már régen volt. Akkor ö, tavaly, Az a bankkártyás fizető? Igen, a bankkártyás fizető és tavaly ősszel. Várjál már nem is. Hát de ősszel, szeptember környékén volt igen, róla. Igen, hogy igen, igen. Két újonnan ide költözött ember ebbe ment a botba, és akkor. Nem ott, tudta kártyával fizetni, nem, mi volt. nem tudta kártyával, vagy azzal a kártyával, ami nekik volt, és csak volt egy kis hatacári, meg egy kis izé. Ja. minek jöttél ide, meg mit tudod, én mi rögtön elkezdtek azni szegáncsétlen embereket. <laughs> Na jó, van, hát most ez... Ó, oh, oh, házak vannak itt eladók, de jó Isten. Az mi az? Az, az mi az? Szemétdomb város mellett. Na, mindegy. Jó, szóval oké. Okay. Nem, nem, tudom. Aha. Nem tudom. Na, mindegy. Jó van, jó van, jó van, jó van. Oké. Okay. Vannak témák. <laughs> Na. Azt hiszem elmondtam mindent, amit akartam. Ja, várjál, reggel voltam vírvítelem. Jó volt a vírvítel? Jó volt a vírvétel. <laughs> azt az... hogy félek. Félek, én úgy féltem, mint az állat. Érted? És akkor izé, Kolosnak írtam, hogy itt vagyok vírvítelen, és akkor izé, félek, mondom, izé, de az, jó van, Kolos az azt mondja, jó, megoldod, megyek dolgozni. Mondom, köszönöm, számítottam, hogy sokat, hát so, bocsú, so, sok, nekem lelki nekem, nekem csinálni kellett a sajtot. Ö, tudni kell rólam azt, mondja, hogy gyorsan elmesélem, félek a tűtől, de ahhoz képest van, van két etoválásom, meg, meg Ahhoz vérvétel, vagy a is, megyek, de én félek a tűtől. Én, 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 én félek a tűtől, olyan legalább. szempontból, hogy így, így kellemetlen, de viszonylag ez most nagyon kellemes meglepetés volt, amúgy az a legjobb itt Ladányban, hogy itt jól veszik le a vért. Itt ügyes emberek vannak, itt szakemberek vannak, de ami most érdekesség volt, hogy eddig mindig nők, vették le a véremet, és azok ilyen megértőek voltak, meg ott nyugtatgattak, mert én Bencem be, rejtem véka alá, hogy én nagyon félek. Én nagyon félek, mondom, megkérdezik, hogy melyiket szeretném, mondják, hogy akkor most egy pici kis izé, most megdörzsi, dörzsi, utána egy apró szúrást érzel, és akkor le vagyok fehéredve, és akkor beszéltetnek. Most pedig egy csávó volt bent. És akkor ó. Sziasztok! Hello! Amúgy, amúgy semmi gond nem volt vele. És akkor izé, így letettem a kezemet, és akkor így, így mondta, hogy nyújtsam ki a kezemet, ide tette az élszorítót, és akkor így teljesen más volt egy férfinak a keze alatt lenni, meg egy nőnek a keze alatt lenni. Nem kérdezett semmit a csávó, csinálta szónékül, profin, ügyesen, de a a, 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 lelki, a lelki dolgot Ingen. viszont a nők tudják jobban átélni. Nem véletlenül a nővérek általában nők. Szóval ez tényleg a csávó, és igen. mondom, nem is fájt, nem is fájt, és, és tényleg nem is éreztem semmit, semmit nem éreztem, nagyon jó volt, csak ez volt nekem a furcsa, hogy a nők, amikor nőkhöz megyek be, ők látják rajtad, hogy szarsz, szerintem, és akkor, akkor ők így, így, így próbálnak így a lélekre hatni, hogy így beszéltetnek, elmondják, hogy miután mi következik. Láttam már ilyet, meg szoktam évente, elszoktam. Menni, egy ilyen nagy átfogó kivizsgálásra, mert nyáron nálunk meghalni sincs idő a cégnél, nyomni kell, és ilyenkor szoktam elmenni minden hülyeségre. És ez volt a furcsa, hogy a nők az teljesen más, hogy működnek, és a férfiak is. Ott ő volt a főnek, ott nem kérdeztem. Azt mondja, Üjjél le! leültem, és akkor így. Semmi. Oké, okay, köszönöm szépen. Sziasztok! És ennyi volt, és mentem kifele. Nem volt, izé, beszélgetés? <laughs> nem, nem, de halál, a nagyon jól csinálta. Figyelj, hát nem is látszik. Van, van hogy lehet látni ilyen, ilyen durva horror sztorikat, hogy idáig be van kék semmi. Mm -hmm. Nézd meg, profi, Tök jó. Kicsit látszó a, ott van egy kis kék folt. De azért, mert utána rögtön fel kellett töltöznöm, de igazából nincs is kék folt, csak egy kis Hát szúnyogcsípés. igen, is, igen, úgy, igen. Nagyon ügyesek voltak. Nekem most van egy, volt egy hasonló, ugye, hát Budapesten voltam, ugye hétvégén a piacon, és utána ott maradtam, mert hát programom volt. Oh, yeah. és, és ugye, ugye vittem magammal, vittem volna magammal ugye váltóruhát, mert ugye hát a sajtos, egész nap sajtos tudva vagy, azért ez nem a legjobb. Szóval vittem volna magammal a váltóruhát, Viszont szóval, amikor odértem Pestre, akkor jöttem rá, hogy itthon hagytam minden váltóruhámat a hátizsákkal együtt, amit ugye be beleraktam. Mi, mi, és más? az egészen nem tűnt fel odáig. Nem. <laughs> és hát mi más tudtam csinálni, bementem a, az egyik ilyen fast fashion boltba, és mondom, akkor veszek ruhát, hát muszáj. De vettem egy tök jó nadrágot. Ez is, a, ja, ez, ez is, ez jaj, is jaj. most, a fasz. Szóval... Mennyi volt, Mennyire mennyi, mennyi mernek most adni egy nadrágot? Hát ezek ilyen nagyon olcsó cuccak, ez 6000 forint volt. <laughs> <van>. nagyon olcsó! <laughs> Hát ennyien nem beszél a Most szerintem. már nem. De ja. pár évvel ezelőtt egy egy fasza izé jeans, vagy nem is tudom, milyen, milyen márkályókat vettem régebben, nem tudom, milyen farmer. Na, hát azok ez... ilyen 12 ezer forint, az már best Á, nem, nem veszek drága ruhákat, mert egyszerűen nem hordom előket, mert ugye szinte mindig itthon vagyok, és nem kopnak el a ruháim, úgyhogy hiába egy drága ruhát, mert... Smog, smog farmereket szoktam veszegetni, és azok régebben, amikor nagyobb bevásárlásban voltam, ilyen 15 ezer forint voltam a max. És az, hát az egy jó az már. Nagyon már. drágák. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy ugye ott álltam, mint egy hülye, és így, és így fél órán keresztül keresgettem, hogy milyen nadrágot kéne, milyen felsőt kéne, milyen színben, hogy állna, mit tudom én, és így azért én nem szeretek így vásárolni, nekem mindig kell egy nő, aki eljön velem. Általában a nővéremben szoktam ugye ruhát vásárolni. Egyedül. egyedül. egyszerűen nem, bemész férfiként, és így mint egy hülye ott, ott, ö, ott ö, vagy toporoksz, meg mászkálsz, meg 80 kört mentem, mire ki tudtam választani egy nadrágot, meg egy pulóvert. Meg, Ö... meg egy kabátot. Hát az már, az már nagyon a vége volt a kabát, főleg az volt. A Ö... Az a baj, Kolos, tök jó. Kellenek a nők nekünk, mert nélkületek nem tudunk ilyeneket megcsinálni. Igen, köszönjük megcsinálni. szépen, tényleg. De amúgy meg az is egy jó megoldás én nálam, hogy én tudom, hogy mit akarok én nekem általában, a felsőim, ahogyha már itt tartunk, meg úgy általában imádom ezt a márkát, ez a Black Squad. És én a Csabán a Centerbe szoktam bevásárolni, ez is az, a pólóm is az általában minden tudszom az, és bemegyek a centerbe, és az a, a New Yorker résznél van. Bemegyek, tudom, még sarokban van, ez a márka, és onnan bevásárolok. Szóval ilyen szempontból így egyszerű. Mert nekem az, az, a szabás a kurvára tetszik, a mintájai nagyon tetszenek. Azt a tudtam, színeid. milyen méret, méretű nadrág kell nekem. <laughs> hát fel kell próbálni. Itt ott volt az izé nadrág, nézem, hogy W, meg L, azt gondoltam, hogy akkor az a wide, tehát a szélesség, az L, meg a hosszúság. Mondom, tudom, hogy slim fit-et akarok venni. Ott volt egy nem mondom. Ez úgy nagyjából jól néz ki. Bementem az ökö a szébe, kurvára nem volt jó. Be se tudtam kapcsolni. Nem mondom, akkor azt hogy egy ilyen nagyobb kell. De azt hiszem, hogy másodjára, vagy megtaláltam a méretemet, úgyhogy most már rá írva, ezt le fogom fotózni, és tudom, hogy mit tudom én, W34 talán, meg L22 vagy valami ilyesmi, és akkor most már tudom, hogy ezt a számot kell majd keresni. Úgyhogy, de végül is sikerült bevásárolnom, úgyhogy, úgyhogy lett minden. Hát, hogy elköltöttem 31 forintot csak ruhára. Ja, hát nem vettem a ebből a kabát a, volt ahhoz képest az nem volt sok te ebből sok. a kabát volt valami. amikor én be nem. Me megyeketek nem, vásárolni nem, 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 50 ezer so. forint mondjuk én évente vagy megyek be vagy vagy de hát, fél nem, évente én, 50 én mondom, és 100 ezer forint csak tök, nekem. Tök, tök, tök egyszerű. Három farmer, volt. három pulcsi, három felső. Hát jó, jós, de ez hádem volt. Itt, itt, uh -huh, uh -huh. itt mit én... tudom, egy pulcsi volt valami négyezer, ez a gatyá hat Az a baj, hogy felső is hat volt már tavaly is, most nem tudom, én nyolc, tíz. Ja, igen, de ezek nem ilyen nagyon faszanyagból készül dolgok, csak nekem jó, mert mondom, nem hordom el egyszerűen. Hát mert igen, mert... igen, igen, igen. Úgyhogy nem kell. Na, úgyhogy, úgyhogy ez van, hogy a nő kellene nekünk, úgyhogy köszönjük, hogy ilyenekben ott vagytok, amikor. Jajan amikor idétlenkedünk. Idé 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 igen, 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 Na, nézzünk témákat, mert vannak egyébként elég sok. Most minden... Látom, én most nincs az éve órába. Hát már ne nem hoztam. Ez a közös stúdió, Laci. <laughs> az órát én hoztam. Jó, a hozzá elemet is hozzá. <laughs> Na, szóval van egy hír, amit azt mondja, hogy be akartam hozni, ugyanis egy ismerősömről szól, képzeld nem. el. De hozzá, hát ez nem reklám, mert ők, ők nagyon ismerősünk és barátaink egyébként. A Knyihár család, Békés Csabáról, ők kolbászt készítenek már nagyon régóta, és úgy, úgy ismerjük egymást, ugye, így a sajton keresztül, meg kell, hát, hogy a közel rakunk egymáshoz. Nagyon jó fejekén én árultam mellettük évekig, nagyon-nagyon bírom őket, és most ők fölkerültek az indexnek a fő oldalára. Képzeld el, ugyanis ők az első Hungarikon védjegyes ö, ö, kolbász hogy van, ugye pontosan mondom, mert nem, nem akarok hülyeséget mondani. Azt mondja, hogy ö, a Csabai Vastakolbász csak nem tíz éve került be a Hungarikum gyűjteményébe, tehát hogy maga ez, hogy Csabai Vastakolbász, és a védegy használatra való jogosultságot a Békés megyei őstermelők közül elsőként most Knyihár Mihály kapta meg. Az ország egyik legjobb házi készítőjével beszélgettünk, ez a cikk, úgyhogy ők az elsők, akik megkapták ezt a védjegyet gyakorlatilag, öö, mint hungarikum, Mit kell csabai, vastag kolbász. Öö, az a helyzet, hogy <coughs> Egyébként elég szigorú, ugyanis ugye megvan a, megvan a recept, és egyébként igazából nagyjából ugye mi is ezt csináljuk, ezt a receptet, sőt szinte kb. ugyanez. Meg van hozzá egy recept, ki Nem recept? az, hogy recept, hanem csak az, hogy mit tudom, hogy például egész kömény mag kell bele, meg erős paprika bele, vagy például a gyulai kolbászban, egy tírja a gyulaiban például van, abba őrölt kömény magban például. Mi fele-fele? Nem az, hogy fele-fele, hanem 60-30. Soha nem rakunk bele őrölt 60, 40, 70, 30. És, és, írják, hogy például az De is ugye, le, hogyha van pici. az ugye kritérium, hogy csak ö, helyi alapanyagból lehet, tehát csak Békés megyei paprika, csak Békés megyéből talán még a takarmány is, vagy nem tudom, vagy, csak, vagy csak maga az izé. Lehet, hogy még a takarmány is, nem tudom. Ne. Szóval így azért meg van kötve, hát azért ezek, ezek ugye, ezek a védjegyek, ezek a védjegyek. Ez jó szigorúak. hangzik, ez jó hangzik. Ja, úgyhogy milyen az már nem lehetne hungarni, akkor mert mi a paprikát a Szegedről szoktuk venni. Mi nekünk az lehet, mert mi azt az édesapám termeszti a színeset hozzá, az erőset pedig veszük, de az, is ladányból vesz. Ja, úgyhogy szeretnék innen is gratulálni ö, mis, ö, Misi bácséknak, mert ez nagyon szép eredmény, és tök jó. És ők nagyon-nagyon ja. régóta csinálják, és, és én ugye, ahogy beszélgettem vele, sokszor azért így látszik, hogy ő tényleg benne van, nagyon is de azért csinálni. az autentikus ö, seprűnél, azért ott is befigyel. Igen, majd nézzétek meg a cikket, itt, itt van bent. Misui, a pont méret. Misi, misi a pont bácsi pont méret a, a, seprűnye. a, a cseppkőbarlakban gyakorlatilag, <gül> <gül> hogy így lógnak lefelé a kolbászok, és ott egy cseppkő egyébként. Mi, mi, is a seprű szoktuk tenni, ezért elhasználod a megnézed, hogy mennyire egyenes a, 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 a minek hiák azt a nyele, Igen. és akkor azért szépen levágod, és az pont méret szépen felteszed sorba, az előírásnak megfelelő. Az, az is hungarikum más szerintem. És egyébként, mondom szintén nem reklám, de én azért reklámozom őket, mert nagyon bírom őket. Van egy boltjuk Budapesten, nem tudom pontosan, hova valahogy nagylejos király útján, úgy úgyhogy keressétek meg, és akkor ott meg is lehet kóstolni ezeket a kolbászokat, mert ha akartok jó kolbászt enni, akkor az most nem azért, mert mi ide valósiak vagyunk, hanem azért, mert tudom, én a pestiákkal is nagyon sokat beszélgetek. Hát a azt legjobb, ajándom, kolbász, az, hogy a legjobb kolbász az a csabai kolbász. Az egész rohadt országban mondhat bárki bármit, elnézést. Ezt nem csak mi mondjuk, hanem én nagyon-nagyon sok budapesti... <laughs> kommentek. Én nagyon-nagyon sok budapestivel beszélgettem már ebből erről, és ők is azt mondták, hogy a legjobb az, ami Békés megyéből jön. Ö, munkatársam, aki, akiről már meséltem, hatalmas figura volt, Ö, most ment el nyugdíjba, Gyula bácsi, nagyon csípem, imádtam az öreget, nagyon sok minden okosságra megtanított, nála voltam betanuló, és ő mondta, hogy, hogy Békés megyében katonaságban, katonaságban volt, és neki mondta az egyik cimborája, hogy tudod, hogy mi jó békés megyében? Két dolog jó békés megyében. Ajaj. Egy, a kolbász, kettő, eljönni onnan. Igen, 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 hát lehet, lehet, lehet. A pálinka is jó állítólag. Ja, ja, ja úgyhogy. Ezt nem, hogy... nem tudjuk <laughs> Úgyhogy neki, ez, és ez, nem, ez igen. 40 éves sztori. Igen, 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 de tényleg kolbászban nagyon-nagyon jók vagyunk. Én én, én már nagyon sok fele, na, elég sok fele jártam az országban, meg így a, így a mit tudom én, például a határon túl is, ahol ugye vannak magyarok, és ettem sok helyen kolbászt, jó, persze, most azért, mert nekem én ezt szoktam meg, de tényleg mindenki mondja, hogy a legjobb az a Békés megyei, a Csabai kolbász. Nem tudom. Nem mi... is a Gyulai, nem is a Szegedi, azok se rosszak, de a Csabai. Az az igazi. Nem tudom, haver, mert mindig is ezt tettem. Ja. Az az érdekes, hogy a hány ház, tényleg annyi kolbász, az volt a cím is, a hány ház, annyi kolbász, az az érdekes, hogy mi nem tudunk másfajta kolbászt csinálni. Hát munkatársa, Jancsik, tudnak másfajta a csinálni, mert ők mindig szoktak egy kicsit hozzáadni, kicsit kivenni, kicsi ez, kicsi az. A fiatalabb generáció, kicsivel idősebb nálam, és ők így, 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 így próbálkoznak, és mindig rohadt finomakat szoktak csinálni, és most például a csinál, hogy volt benne egy kis pulyka, egy kis ez, egy kis az, és fincsi volt, jó, nem is az a lényeg. Apám még pedig csak egyfajta ízűt tudnak csinálni, mert, megvan a recept, megvan a recept, ebből ennyi, abból annyi, abab, amaból, amannyi, és gyerekkorom óta ugyanaz az íze. Ez nálunk is ugyanígy Ugyanaz az íze, kinézete, színe, állaga, buborékossága, Ugyanúgy ugyanannyira engedi el, a buborékosságot úgy mondom, hogy ugyanannyira engedi el a, a, a kolbásznak a, a bele, vagy a bél, ugyanannyira engedi el, szóval tudva, lehet látni, a kolbász, Nyilvánc, és akkor picit, igen. így átrád. Minden ugyanaz. Egyszer, Egyszer nézzük már össze, hogy mi meg a ti receptetek mennyire hasonlít, kíváncsi vagyok. Egy, egy élőbe behozunk e, kettő ekkorát, ekkorát, és akkor feltár... Nem, az, hogy nektek ne is megvan az, hogy pontosan hány dek izé, ja, a, deka a izé, kell, a... azt hittem, hogy kiné... de kinézetre is megmutathatjuk majd. Jó, élőbe, letesszük jobbra, letesszük és kóstolgatjuk. És az a nagyon-nagyon sok minden számít. Nagyon-nagyon sok minden számít, a füstölés számít. Hideg füst, hát meleg füst. Nekünk konkrétan ja, füstölő, apám füstölőt apám füstölőt építetett, hogy hogy jó legyen. Egy ilyen három méter belmagasságú épület van nekünk lerekesztve. A, mell a mellék, mindenki hívják azt. Peci. Hát, Hát a peci, igen, ilyen peci lényegében, igen, és akkor az a ház hátuljával, hogy mondjam neked, a melléképületnek a egyik sarka le lett rekesztve, három méter magas, és akkor ott szépen hidegfüstöt tudsz csinálni, amúgy azt mondják, hogy az a legjobb. Itt is írják, hogy a titka a hidegfüst. A, az, a, az a legjobb, ami, az a legesleges leges, legjobb füstölési módszer, elvileg, nem én mondom a nagyok, hanem, ö, hanem, az, amikor nem alatta ég, vagy nem alatta füstölsz, hanem egy másik helységben füstölsz, egy másik helységben van a füstölés, és egy csőrendszeren keresztül átmegy a kolbászokhoz, esetleg egy ventilátor vagy húzat megoldás segítségével, szépen beindul az áramlás, és az az igazi, nekünk ez úgy van, hogy jó magasra van feltéve, de alatta, alatta csináljuk, és ennek is megvan a, a, a receptúrája. Van, aki fog egy nagy fém lapot, mit tudom én, valamilyen horgonyzott, vagy bármilyen anyagot, az a égéstér, és megfogja, és egy két vedel fűrészpor, az sem mindegy milyen fűrészpor, két vedel, stíles, Bizony, fű, azt a, nem fűrészpor, nem jó, a cirkula fűrészpor jó, de az sem mindegy, hogy milyen fajta Igen, fából ez van. úgy kell bevás, megvásárolni, nem olcsón egyébként, mert ugye csak ilyen olyan helyekről lehet megvenni, ahol ugye ilyen asztalos műhely van, Persze, vagy ilyesmi, ahol ugye... A csertörgy elvileg, azt mondják, <coughs> hogy a csertörgy az nagyon jó, habár van be, tele van csersavval, meg érdekes a szaga, és mondom, nem hiszem, hogy ez a legjobb, de legyen. Jó, oké, okay, várjál. Itt vannak olyan taktikák. Ez, hogy... ez kicsit olyan, mint a disznótoros epizód. Valaki kérdezte múltkor, hogy melyik a disznótoros melyik az ominózus rész. Ja, 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 És ez, ezt, egy gyerekkorom óta nézem, hogy hol csinálja apám. Ő, ő is átment egy generációváltáson, ő is átment egy, egy szemléletváltáson. Legelőször, amikor gyerek voltam, akkor még ilyen lemezbódít, akkor nem volt fix felépített helye, hanem minden egyes disznótor után elő kellett venni a 13-as meg a kis csavarokat, és lemezből ilyen kodegát összeépítettünk. Tényleg. Igen, meg voltak a lemez részek. Ilyen, ilyen, ekkora volt minden egyes oldala. Ilyen, ilyen régi kombány oldal fedé. Mert egy zöld színű volt. Elég falusi. volt, és én én, 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 élek a gyanúval, hogy az, hogy az egy e 16 os kombánynak, nézzétek meg, e 16 os e 14 es kombánynak lehetett az oldal lemeze, és akkor abból volt felépítve így körbe, és úgy volt, hogy volt neki három oldala, mint egy pottyantósnak, az eleje pedig félig derékmagasságig volt egy lap, fölötte pedig egy zsákvászon anyag, és azt így mindig fel tudtad hajtani, bekukucskáltad minden frankó, és visszahajtottad, és az a zsákvászon anyag a füsttől olyan fekete volt már, <laughs> meg olyan illata volt, hogy yeah. ah, és akkor mindig felhajtottad, benéztél, tettél rá, és akkor az úgy működik, vagy kolosz, lehet, hogy kolosz volt olyan komány, hogy kolosz, vagy kolosz volt, vagy, na mindegy. És kolosznak volt leírva? Nem tudom, hogy kell leírni. Szerintem Colossus 2S-sel. Ja, aha. De mindegy. Na, és akkor azt mondja, hogy igen, meg volt néva is. Volt Niva kombány is, Szóval sokfajta kombány megfordult a 60-as évben itt nálunk. És szerintem annak volt az oldal, mindegy. És akkor az első generációs megoldás az volt apámnak, hogy egy veder vagy két veder, mi az, fűrészport, fűrészport. Be, be alá meggyújtotta, az jó caka. Utána... Ő, utána az nem vált be, mert sokszor út meg nagyon figyelni kellett. Ö, ja, igen. Meg arról is figyelni, kell, hogy ne fagyjon meg, basszus. Főleg enne a fénybodegás szarnál, mert hogyha ki mínusz tíz van, nem úgy, mint most télen, hanem igazi tél van, akkor ott aztán figyelni kell, mert nehogy megfagyjon. És akkor ezt úgy kell, utána ezt, ezt, elvetette ezt a megoldást, utána úgy csinálta, hogy rakott egy darab fahasábot középre, arra borított rá egy veder, ö, ö, mi az, fűrészpor, és meggyújtotta. Az sem vált be igazán, de az már jobb volt, utána ez meg lett ö, szüntetve ez a felépítős ö, megoldás, akkor csináltuk ezt a három méter belmagasságú füstölőhességet, és rájött a bestre, lehet, hogy ti már régóta <hül> tudjátok, de ez még, na mindegy, ez még régebben volt, hogy rájött kb. tizenvalahány éve, úgy csinálja már, hogy fémlap, amit mondtam, égéstér, egy ilyen jó 60x60-as, és akkor elkezded rakosgatni az ilyen kis ö, fa nyesedékeket, lényegében olyan, mint az alkarom, vagy annál kisebb, körbe, csinálsz egy ilyen G betűt, utána még egyet, még egyet, lényegében csinálsz egy ilyen kockát, így, csinálsz egy ilyen kockát, így. És azt körbeszórod, azt körbeszórod jó vastagon fűrészporral, és meggyújtod a végét, és gyönyörű szépen körbe megy. Uh -huh. Gyönyörű szépen, szépen körbe megy, folyamatosan füstöl, a fa ott van, hogy ne tudjon kialudni, pont jó hőmérsékletű a, a, a füstje, nem fog megfagyni, mert már, ö, 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 az, ö, azért, hogy mondjam, téglaépületben van, nem fog megfagyni. Perfekt. Igen, és nagyon-nagyon fontos egyébként. Hogy hol tárolod. Ö, az is. Ö, igen, mert ugye most, mi, most már nem mi füstöltük, hanem megfüstölték nekünk, és ö, és utána ugye ahol meg lett füstölve, ugye ott téglaépületben tartották, és akkor ugye veled hoztuk át egy épületbe Igen, ott az bánta meg az ujjam, már kezd gyógyulni. Igen, és amúgy épületben volt, hát nem tudom, szerintem egy, majd egy hónapig. És hát olyan kis, ugye elment, beraktuk a vályogépületbe, és egy hétre rá olyan gyönyörűen megszikadt, és olyan színe lett a kolbásznak. Te láttad, amikor elhoztuk, azért igen, nem igen, volt olyan igazi. Igen, ezt, te áthoztuk, ez a, áthoztuk ez... a vályogba, és így egy hét után egy Perfect, ez, ez lett volna a következő, amit mondani akarok, hogy az, hogy hol tárolod, vagy hogy hol szikkasztod, az még eszméletlen fontos. Az még, még. eszméletlen fontos, nekünk nincsen vályagépületünk, de amúgy azt mondjak, az az igazi. Az a, az, a best. A, az, az igazi, mert az ott olyan gyönyörű <laughs> szépen kiszárad, hogy, hogy az tényleg azt úgy tudod nyesni egy életlen késsel, hogy ilyen papír. Na majd holnap akkor a lájba ízlik, kocskosztója. Hozzá te is, meg hozok, hozok, hozok. Hozok, hozok van nálam is. Úgy, hogy... Nálam is van, úgyhogy úgy, az. Még... Összekosztok, megnézzük a különbséget. Még, é, meg hozok egy érdekes sajtot neked. Majd, Na, ok is. Amit kaptunk. Elég érdekes lesz. Kezdjek félni? Aha. <laughs> Na, és akkor azt mondják, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy hol szikkasztod, és nekünk nincsen vályagépületünk, de amúgy a téleg tényleg az a, az a legjobb, az a legjobb, az a 60-as falak vannak, meg jó a szellőzés. Nagyon, nagyon jó a szellőzés, igen. igen. És ott, ott még májusban is tizenpár fok van. Mi úgy szoktuk csinálni, hogy hmm. nekünk van egy padlásunk, édesanyáméknál, és ott vannak a jószágoknak fent a terményeik, disznónak, csirkének, kacsának, jószágoknak, és akkor ott a, a padlás feljáróban van csinálva egy keret, és a keretre vannak ráakaszgatva azért, mert a padlás feljáró miatt ott van egy természetes ilyen kültő effektus, ugye egy ilyen kis, kis légáramlat, ami folyamatosan mm -hmm. mozog, és elvileg az ott a legjobb helye, és lehet szabályozni a húzatot, mert apám is ilyen, 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 ilyen eléggé, hogy mondjam neked, eléggé ilyen, ilyen mechanikus, vagy ő szeret szerelgetni, vagy barkácsolni, és addig küzdött vele, amíg nem csinált egy olyan kis húzatszabályzót, hogy tudja szabályozni, hogy milyen levegő menjen fel, páradós, hogy, páradós akkor el kell zárni, hogy nehogy megpenészedjen, vagy beszívja a vizet, hogyha jó száz a levegő, akkor ki kell nyitni azt, akkor lehet így szabályozgatni, és akkor ki, szépen de még így sem az igazi. Ja, 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 ja. Igen, úgy, hogy, ö, mit akartam mondani? Kolbászkóstolás? Ja nem, azt a vályokházról akartam mondani, hogy én úgy tudom, hogy nem nagyon lehet, nem nagyon adnak építési engedélyt egyébként vályokházra. Nem kell megkérdezni. <laughs> Tehát, hogy akinek van vályokáza, az nagyon, az nagyon becsülje meg, mert abban lehet csak normálisan kolbászt érlelni. De mi az, hogy nem engedélyezik? Nem tudom, pont a Misi bácsial beszéltem még erről régen, hogy nem lehet hivatalosan. Lehet, hogy már ott változtak a jogszabályok, mert ez jó de pár éve volt. Pont most, egy ilyen tíz évvel ezelőtt kezdett bejönni az a divatba, hogy fele, háznak, fele a háznak váljuk, a fele meg tév. Hát aki tudja, az írja meg kommentbe. Nekem akkor még azt mondta, de ez mondom, ez volt már vagy öt évvel ezelőtt, mm. hogy ők is akartak, és így nem lehetett, mert nem kaptak rá egyszerűen engedélyt. Érdekes. Melyik épületre se szerintem most engedik? Nem tudom. Hogy lakóházat tudom. Le lehet -e? Én lakóházat most, most Hát tudom, Nem tudom, ők lakóházat akartak, hanem érlelőt. <laughs> hát ők lehet, hogy nagyobb pecibe csinálják. <laughs> hát igen, lehet, hogy az már négyzet, négyzetméterűek már a lényegében lakóház. Igen. Nem tudom, miért nem engedélyezik pedig. Ö... Hát gondolom biztonsági okok miatt, vagy nem tudom. De milyen... Nem lehet ellenőrizni az alapanyagnak a minőségét. Hát a téglát, hogyha magadnak csinálod, akkor nincs ellenőrzött minőség, érted? Miért ez a tégla az ellenőrzött minőség? Megveszed a boltba a zsírú kis téglát, hát... és tiszta, lyukacsós nem, én, halálkom halál komolyan, én, én, gyerekkoromban azt hittem, hogy, hogy ez, a, ez a blokk vagy ez a tégla, ez a vásárolt új tégla, hát ez maga a gyönyör, ez maga a csoda, vagy, vagy a például a, a cserepek is, hogy az maga a, a, hogy a, belekötni se lehetne, olyan gyönyörű szép, hát a faszt. Ilyen görbe, olyan görbe, kis téglát is olyan, Én nekem most kellett vennem egy 50 darabot. Amikor darab... ilyen hold alakú, ilyen banán. Igen, most kellett vennem 50 darabot, és akkor pont beszéltük, hogy van. Nekünk van, miért vettél? át, mert ezen gondolkoztunk, Tudtam hogy, hogy, bontott téglából vegyünk 50 darabot, vagy vegyünk inkább újat, de azon gondolkoztunk, hogy a most valahonnan elmegyünk bontott téglára, az valószínűleg kintázott, és hogyha vizes, az nem jó, mert elkezd salétromosodni. Ja, hát már egy ez, ez, a, ez, a, baj, ez a baj. És akkor mondta a, a, a szaki is, aki itt volt nálunk, hogy a, a, annyira nem lenne jó, nincsen baj a bontott téglával, csak az a 30 éves bontott téglával van a baj. És akkor, jó, mondta, hogy akkor mondtam neki, jó, nem ezen fog múlni, nehogy itt nekem elkezdjen el, salétromosodni voltak egy is átépítés

Akkor veszek, rendes. A stúdió. Igen, készülünk a fotostudiója. Mondom, akkor veszünk normális téglát, és akkor hát így, így hoztak, meg nem, nem az eladóval volt a baj, hanem magával az, hogy ez mindenütt ilyen, mindenütt ilyen. De akkor hogy bontott volt. Nem, zsíru, zsíru, zsíru volt, vettem, és nem az eladóval van a baj, mert azt is ismerem, és lehet, hogy nézi a videót, nem az, nem vele van a baj, hanem magával, a minőségével, hogy egyszerűen leses szarják a gyárba, hogy, izé, hogy ellenőrzött minőség, amikor ki egy ilyen tégla. És gondolom nem olcsó. Nem olcsó, tiszta, lyukacsos, vagy, vagy én azt hittem, hogy tényleg az, az, az a best, az a best amikor te megvesz, és akkor <tosz> Éppen fóliát nem kell róla lehúzni, <tosz> tudod, hogy, Ez tégla, ücsém. de nem, igazából nem sok különbség van a 30 éves ő bontott tégla, meg az új tégla között, annyi a különbség, hogy ő az kevesebbet ázott kint az esőn. Akkor Úgy ami különböző. nekünk van bontott téglánk, akkor azon mit csináljunk? Ö, jó az, hogyha... Pedig abban tök jó dolgokat lehetne építeni. Lehet, ne csak akkor vagy majd fegy... járdának, vagy majd... fedjétek be, fedjétek be, hogy tudjon kiszáradni. Mert az akkor sa létromosodjuk ki, hogyha ott állod. Ez az, meg. egy, az egy akkora kupac, mint ez a szoba. Fedd le. <laughs> Valamivel. Nyáron 40 fokban kiszárad. Majd mondom, tök szép járda lesz majd belőle egyszer. Egyszer, egyszer. járdának jó. biztos jó. Úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy ez a baj. Vagyis lehet, hogy igazából mindig is ilyen volt, csak az én hülye fejemben él az, hogy, hogy a bolti, a, a zsírúj, az... Ohá. A cserepekben is van se basszus, pedig olyan drága. Meg a, meg a blokk a tégla basszus. Én azt hittem, hogy a, a blokk a gyerekkoromban ismét, hogy maga a gyönyör. Érted, hogy így, így leteszed, és akkor. Anya. És akkor voltam egy építkezésen, ahol új blokk, az nem most történt, még régebben új blokkal dolgoztunk, és dirib darab. Új. Össze-vissza tört az, a fal akkor fog jó kinézni, amikor a kőműes megcsinál, és rácsapja a vakolatot. Utána nem látszódik, hogy dirib darab, az új blokk tégla is, mert kiveszed a, a, rekeszből, vagy kiveszed a, minek hívják azt a, raklapról, leveszed a raklapról, és már ketté esett, és akkor úgy kell összelegózni baz meg, hogy akkor izé oda csapja a habarcsot, és itt belenyomod, utána megkeresed a másik felét, azt, itt, azt is belenyomod, utána az oldalait is megkeresed, mert hát négy felé tört természetesen, oda is csapsz egy kicsit, összenyomod, és mehet rá, és akkor, ebből, és akkor így, így elgondolkozol, hogy egy ilyenekből áll a házunk. Ja, ja. Oké. Okay. És gondolod, amíg, amikor ezeket építették a 80-as években, itt, itt, mennyi, okay. itt mennyi mókolás van ezekben az Olyan. épületekben. Úgyhogy úgy, nem, nem váltotta meg a remény. szóval nem, nem, na, Úgyhogy csalódtam ilyen ja, szempontból. Na most, a, most jó, hogy a kolbásztal a blokktégláig. Bocs, Bocs, semmi, Bocs. semmi gond. Hát ez a, ez, a, ez a podcastnak a lényege, nincsen semmi gond. Ja, ö, nem tudom, nem akartam szerintem ma semmit hozzáfűzni, ö, úgyhogy menjünk tovább. Mit szóval? ilyen akkor én mondani azt, hogy és akkor most egy kis reklám következik. Uh -huh. És akkor ide a reklámot. Értok, ti smoothie-t, mert az jó lesz nektek. Csak füstöl. Miért füstöl? nem szóval. tudom. Fújj, <laughs> Lehet, leégett a motor. Fújod azt a szart azért. Mm. Ja, jaj, jaj. Jaj, ja, igen, azt akartam mondani, hogy Krisztinek majd olyan komoly tudója lesz, mint az állat. Lesz vagy kétszer akkor, mint ez, kb., nem? Arról ne is beszéljünk inkább. Most... Elég sokat már vele. Most vett Most... egy laptopot. Igen? Hát mm. az kell, az muszáj. Az kell. Egy háromhavi fizetés. Azt vettem, amit nekem írt. Szerintem igen? Jó. Hát figyelj, kell. Hát most fotózni, izé, fotókat szerkesztem, nem lehet, izé, krumpligéppel. Hát kell a power. E, igen. Kell, kell. kell power. De mi, mikor fog Kicsit ez... Berekrámozzuk Krisztit majd most már. Be, be, be. Igen, igen. Kajófotó. Kajófotó, igen. gyertek. Aki, aki környékbeli, az jöjjön. Nagyon majd. jó vagy. Most vette meg az új laptopot. A szüleimám már fut rajta, láttam. <laughs> Érted? Meg, Megvettem egy... egy szóval, lap... megvet, meg, Nem, ő nézte. Megvettem Nem mondom, hogy milyen drága laptopot, én rohadt drága laptopot. Hát kb. annyiba került, mint az enyém. Nem, egy kicsit drága. Tiéd mennyi volt? À, nem releváns, mert, mert Most, már. Aha. Mert már sokkal drága Mindegy, sok, mint. sok. Én sok, még otthon vettem, úgymond. Sok, nagyon sok volt. Majdnem, <laughs> már én, már, én már több mint egy éve vettem. Majdnem fél. millió. nem sok hiány, egy kurva laptop. és ez öh, az öh, az nem drága. Ezt de elmondom én neked, értem, hogy ez nem én, ráig. értem, Kolos, de most nyomjuk a... Most el. nyomjuk a fotóstúdiót, most nyomjuk ezt, most nyomjuk azt, érted, és akkor így... na mindegy. És akkor most kell nyomni, mert, mert most kéne elindulni, én ezt értem. Ezt befektet... ez mindenhol befektetések kezdődik. Nyomja a gépet, szívem, na a sorozatot rajta. Ez egy, ez egy erőmű, ez egy erőmű, ezzel dolgozni kell, nem szulej Hát itt is, hogy ti ezt tudjátok nézni, ezt a podcastet, nem mondod el, hogy mennyi pénzbe került ezt megcsinálni. Na millió. Hát annyi éppen nem volt, de... Hát szerintem volt. Nem, nem volt. Hát amikor ezeket vettem, akkor még olcsóbb volt minden. Az az óratól az az milyen drága? <laughs> ja, ja, úgyhogy. De hát ez ilyen, be kell fektetni, ha az ember csinálni akar valamit. Ja. És, és ő legalább fog vele pénzt keresni, nem úgy, mint mi. Bár most már kicsit talán mi is fogunk, de... De, ja. de egy, egy tényleg, ha van egy rendes fotós ö, egy ilyen helyen, és most inkább jó az egyetlen, aki ilyen normális fotós ladányban, ott szerintem az pörögni fog. Úgyhogy... Ja, ö... gyertek, ladáj meg fotó. Gyertek. Beindult már, vagy nem indult, nem indult még, még, még nincs megcsinálva teljesen a, a fotó stúdiója. Még, még menet alatt van, de lassan készül. Az a baj, hogy ja, most jaj. nem szállnak a falak, most fel lett elve, meg lett csinálva. Egyből lett nyitva két hely. És helyes. Laci kezem munkája lesz a háttér, úgyhogy úgy, álljatok majd, vagy úgy, úgy, úgy ja, üljetek ja, be. Ja, 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 székeket csiszolgattam, meg ezt, meg azt, meg lakoztam, meg festettem, meg faszom sokat dolgoztam én is vele. És még a tévét mindig nem hoztuk át. A, a tévét még nem hoztuk át, majd áthozzuk, úgyhogy sokat küzdöttem én is, meg mindenki. Hát figyelj, az elmúlt két hónap az erről szólt, hogy Kriszti végigbőgte a napokat, mert, mert, mert minden csinálni akarta, csak elég kilátástalan helyzetből kezdtük. Hát minden, ne, minden kezdet nehéz, abban reménykedünk, hogy beindul, menni fog, úgyhogy tényleg csinálja, szívem, jól próbálkozik, muszáj próbálkozni. Jó uh, rokonom, rokonom, elkezdi, <coughs> egyik rokonommal beszélgettem telefonom, és akkor pont ide? Hát, hát, de, hát de úgy gondolja, hogy, 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 hogy lesz ebből valaha valami? Lesz. Mondom, nem, nem gondoljuk úgy, de hogyha nem próbáljuk meg, soha nem fogjuk megtudni. tudni. Hát szekalman is van, és ott is megy. Persze, lehet, hogy nem és lesz szekalom, belőle Szekalom, hát, jó, most már majdnem kétszer ekkora város, de hát. Akkor lehet, is. hogy nem lesz belőle semmi, de én is úgy vagyok vele, hogy. Ezt, ezt is úgy ezt a podcastet. Az álmokat meg kell valósítani. Nálunk, mi, mi is ugyanezt csináljuk. Nálunk most az annyiból volt nehezebb, hogy itt totális a nulláról, és eléggé, eléggé felfejlesztve akart krisztel indulni, szóval nem hoz, hogy nulláról elkezd kattoktatni, hanem az első perctől kezdve akart egy olyan színvonalat csinálni, ami itt van egy á, átlagos izé, öreg nénike, aki otthon lefényképezi a kisunokáját a tortával, akkor itt van egy olyan ember, aki már elmegy vállalgatni fotóz, Sokat, de igazából nem csinálja meg az utómunkát, és akkor Kriszti innen akar indulni. Nem is lehet. Innen akar más, indulni, hogy... és ez ez nagyon nagy ugrás volt nekünk. Nagyon nagy ugrás volt hirtelen, és elég sok pénzbe került, úgyhogy ezzel volt itt a baj, úgyhogy de de más, sok hogy... álmatlan éjszakát figyelj, okozott. Máshogy nem lehet, látod rajtam is, hogy amikor csinálom a videókat, meg itt is, a legelső a minőség. Igen. Legyen kurva jó a kép, legyen kurva jó a hang. Na, hogyha... a lovad, bazd, meg, nincs több pénzem, <laughs> ja, a szádat, kolos. Csak muszáj a minőségre figyelni, mert, mert, mert szar, szart nem lehet eladni. Persze, most, igen. Most pont beszéltem egy, nagyon jó leset, beszéltem egy vásárlómmal a piacon, és ő a podcasteket is hallgatja, és mondta, hogy, hogy tök jó, mert hogy ő hallgatja egyébként a Totálkáros podcastet, és a mi minőségünk, a hangminőségünk jobb, mint a Totálkáros. Én néztem random, tényleg? Ez, ez, ez a legolcsóbb mikrofon, amit lehet venni egyébként, ilyenfajta mikrofon. Te uh, tudod, hogy mit kell tekergetni? Hát, lehet. <laughs> Most tényleg itt van egy keverő, ebben van egy kompenzátor, vagy szóval mit mondtál? Kompresszor? Kompresszor, igen. <laughs> kompenzátor. Szóval ennek nagyon Az a a Ennek nagyon örültem, hogy lehet, hogy minket nem hallgatnak olyan sokan, de hogyha valaki ezt mondja nekem, hogy tök fasz a minőség, és hát, jó a műsor, akkor azt mondom, hogy én meg vagyok. Nem azért, hogy lesz, tudom, tudom igazad van amúgy, és teljes mértékben igaz, igazad Csak úgy lehet csinálni, mint hogyha tehát, hogy csak maximális lehet. Amikor érte. elindult ö, a, egy, egy nagy csatornának a, a mindennapos podcastje, akkor is azt mondtad, hogy a miénk basszus jobb. Jó, jó van ez így? Még mindig jobb. Még mindig jobb. Ez <laughs> elég komoly. Aláírom. Jobb sokkal videókat csinálom, mint ők. Úgyhogy Focus csoport Ádám, szedjétek össze magatokat, hogy csináljátok rendes hangot a, a, az adásban, mert minden nap hallgatom, és minden nap szúrja és bántja a fülem, hogy kurvára szar a hang. Jó, Jó nem de... kurvára szar, de nem az igazi. Nem az Rakjátok be a szigetelőket valahogy a falakra, vagy nem tudom, meg meg azt a rohadt és mikrofont valahogy oldjátok meg, hogy ne visszangolzzon meg. Jó, el. de mi beszélünk, akik közben sajtot zabálnak, meg fröcsögnek meg... A én nagyon szeretem őket, de én ezt mindig elmondom, hogy, tudom, szar, hogy szer... szar, szar hangot csinálnak egyszerűen, meg szar minőség. Jó, tudom, ők ők streamelnek, szóval úgy nehezebb megoldani, de az egy olyan szinten, igen, is tessék, oldják meg. Hát a figyelme, mennyi követőjük a, van? Ez a munkájuk. Hát nem is azt, hogy mennyi követőjük, hanem azt, hát hogy nem. naponta 60 ezer néz, nézettséges videókat készítenek minden nap. Azon a szinten, az meg. Példát kell venni. Ő, 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 példát kell venni, venni VR Pistékről, és, és, top minőséget csinálni, mert lehet, hogy jó az adás, meg jó fejek vagytok, meg minden, de hogyha egyszerűen nincs meg a minőség, akkor jó, hogy most rohadtul nagy a szám egyébként egy ezer fölött közös csatornán, de nekem ez a véleményem. Ami jó, van. az jó. <coughs> igen, igen, igen. Nem arról van szó, miről beszéltek, hanem a minőségről. És nálunk, is, technikai nálunk is még azért mondtam, hogyha egyszer egy kicsit pénzünk is lesz, a legelső lesz az, hogy hangszigetelést csinálunk még többet, nem, mert, nem, mert bá, mindig, bá, 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 bá. még mindig Az a második, vízhangos. az első az, hogy bebaszunk. Először bebaszunk, igen. <gül> <gül> és utána a hangszigetelés, mert még mindig visszhangosak vagyunk. És nekem ez bántja a fülem. Én nem hallom, rottu nem hallom. Én még mindig kihallom belőle. Most is hallod? Ö, persze, főleg rajtad hallom, mert te mindig távolabb vagy. És minél távolabb vagy a mikrofontól, annál visszhangosabb. Én, én, ezt értem, Kolos, de, 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 nem akarok, akarok, akarok be, be belenyeríteni a mikrofonba. Így is mindig majd, baj, baj, van velőd, hogy belenyerítek. Majd veszünk, veszünk hangterőszivacsokat, és akkor jobb lesz csak. Ide a szám elé? Nem, Kizövetsz minden. A pofa, Az nem összes falra hangterőszivacsokat kell rakni és egy ilyen szar, basszus, ilyen nagyon drága. Hát most lesz lehangszigeteljük ezt a részt itt, ez belekerülne egy, hát egy jó 50 ezer forintba körülbelül. Úgyhogy arra fogunk legelőször is gyűjteni, hogy hangszigetelő szivacsokat. Ja. Majd azt megbeszéljük még, mert ugye ez, ez nem csak az én stúdióm, ti is benne vagytok, de szerintem ez ennél a legfontosabb, hogy erre költsünk. Ez a test stúdiód, Kodos. Ez közös. Ez a testúdiód. Hát, de ez közös. Ez a testúdiód. Na mindegy. Uh, ja, oké, okay, szóval. Mi most csak pofázni. Be, beoltottam így, a, így a ezer a fókuszcsoport amikát, Nem baj. Amúgy tényleg jó műsorok, én nagyon szeretem, és csináljátok. És, és fasz De mi jobbat csinálunk. <laughs> Mindenkinek a saját maga gyereke a legszebb. Nem, én tudom, hogy mi jobbat csinálunk. Min minőségben jobbat csinálunk. De, de ez most nem azt jelenti, hogy, hogy mi podcastünk jobb, csak én nagyon minőségnáci vagyok. Úgyhogy... Minőségnáci. Jó, oké, oké. Na, menjünk tovább. Uh -huh. Menjünk tovább. Van itt egy, ez igazából nem egy érdekes cikk, csak én nagyon meghökkentem rajta. Azt mondja. Meghökkentem, hogy... micsoda szavak. Igen, hát mert az az a címe, figyeld, vedd meg a jegyed online, és lépj be az állatkertbe sorbanállás nélkül. Az áll, van a budapesti állatkert, és. Az még üzemel. Ez az egyik, ez volt az egyik <laughs> meglepetés nekem. Újra <laughs> nyitották? hogy a, más, a, másik az, hogy eddig nem lehetett online jegyet venni, <laughs> Hol én van, vagy <gül> mi? Kazaksztán. <laughs> 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 Mesélj meg a kazakstányokat, szerintem jó, lassan jobban ének, mint mi. É, most, és most írják, hogy mekkora királyság, hogy végre lehet a pont on online belépőjét venni. Nem kell sorban állni. Egy, Mérsé egy már, mondom, tényleg, már maga, a nem. is nagyon szar. Hát figyel, én már nem ígyeztem meg így egy pont. Org. Z Zó, Budapest, vagy Zó tudod, mit állat kell. De miért kell így megbonyolítani az embereknek az életét? Nem tudom. Jegy.go.org. Zó Budapest.com. Ne, ne a Laci. Uff. Szóval én ezzel nagyon meglepődtem, hogy, hogy, hogy... lehet online jegyet foglalni. Legy... úgyhogy vegyetek online egyet. A... én nagyon régen voltam már, egyébként jó lenne elmenni, mert gyerekekkel gyerekkoromban voltam állásnék. utoljára, és nem kell végre sorban állnom. De akkor hogy? Akkor két sor lesz? Lesz egy online sor, meg hát, egy... Igen, szerintem ez olyan, igen, olyankor, hogy időpontra foglalod le, és akkor gondolom van, egy másik izé, kis kapu, és akkor ott van, hogy 14.00-ra, en... vagy van izéd, és akkor odaadod, és akkor bemész. Úgyhogy így menjünk majd az átkertbe, Laci, foglaljunk és, És van már zócsa meg automata is? Nem tudom, de nem voltam ott húsz éve. Nem csinál, nem csinál. Úgyhogy ez, ez ma, ez ma reggel jött ki, ez a, ez a, kis cikk. Cikk, nem tudom mi ez. Ö, kis közlemény, úgyhogy tök jó. A fa uh, hullámvasút lélekvesztő üzemel? Az már nincs, mert hát, hogy megvan, csak nem üzemel. De hát ugye a maga ízésem üzemel a vidámpark. Az nem üzemel. Az nem, de úgy volt, hogy ő átvette a, a, az állatkert. Az állatkert vette át, azt hiszem, igen. És még üzemeltette utána az állatkertben. Most ezt Most biztos, a kis hogy nem üzemel, mert ott megyek el minden héten. Lélekvesztőt mellette. lebontották, vagy? Nem, mi? ott van, csak nem üzemel. Hát ez már ilyen, azt hiszem, hogy valami műemlékvédettség alatt is áll egyébként. Hát, ja. Mert hogy ilyen de fa hullámvasút nem sok van. Óvodás koromban is ültem rajta. Szerintem és együtt voltunk akkor a kiránduláson. És nem? felnőtt koromban is. Ami, aki nem tudja, és új vagy új a csatornám vagy most talált ránk, kolosan jó ovistások voltunk, úgyhogy majd a valamelyik live-ban most már hozni kell közös fényképeket. Ú, uh, igen, csak nem tudom, hogy hol vannak, de megpróbálom megkeresni. Most már majd. kellene közös fényképek, ja. mert vannak rólunk. Csak bevágjuk majd így Simán. Megpróbálom live-ba holnapra megkeresni. És jó? az a legdurább ebbe, a... tudom, hogy hol van. Az a ebbe a kis fa ö, a lélekvesztőbe, hogy óvodás koromban is ültem rajta, pubertás koromban is ültem rajta, és felnőtt koromban is ültem rajta. És hogyha még üzemel, akkor lehet, hogy most már nem, lehet, nem. még, hogy gyerekemmel is fogok rajta ülni. Na, úgy tudom, hogy nem üzemel. De azt tudtad, hogy hallottad, hogy nem egyszer kisik latták véletlenül? Nem. Mert ott ez, ez úgy működött, ez még annyira autentikus, régi fajta megoldású ö, hullámvasút, hogy itt ö, itt a mozgási energiát, a, a kinetikus hogy mozgási energiát ö, használták a meghajtására, és egy, ö, egy pilótának kellett benne ülnie. Tényleg? Hátul, igen. És az volt a titulosa, hogy a fékező. <laughs> igen, igen, mivel a fékezőn múlott az, hogy milyen sebességgel fogsz végigmenni a pályán, mivel egyetlen egyszer van az, hogy téged felhúznak, felhúznak az indulási pontra, az csá, és onnastól kezdve a, a mozgási energiából adódóan megy. Akkor volt, mint egy bob gyakorlatilag. Igen, és hátul vagy középen volt a fékező, a kulcsember, a Te kulcsember túl... ott volt, és ő fékezett, és volt, azt hiszem Balázsék is megszólaltatták, a fékező embert, hogy egyszer vagy kétszer kis Siklott, mert hogyha nem, figyelt oda, vagy valami volt, akkor túlságosan begyorsult, vagy, vagy nem fogott a fék, vagy másnaposan ment dolgozni Hú, egy kicsit, és akkor egyszer vagy kétszer volt olyan, hogy egyik és mi erre csak... felültünk, te jó Isten, igen, igen, felengedtek igen, minket igen, rá. Igen. Úgyhogy azért az valami. Jó, emlékszem azóta a is a, arra, arra a kirándulásra, amikor ott voltunk. Az, akkor, voltunk akkor voltam az átkábrány utoljára szerintem. Hmm. Akkor volt az, amikor mm, dodge eztünk is, azt nagyon élveztem. Igen, igen, igen. igen. Jajá, jajá. Ott épül ugye most a biodóm egyébként, tudod, ez a nagy monstrum, Vagy nem üveg, nem tudom miből van az tudod, amit mindig megy róla a hajci hogy sose lesz kész, és már rohadt sok pénzt beleköltöttek. Ez. <tosz> Ez. El érdekesen néz ki. Ja, 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 ja. Itt, hát nem tudom, mi lesz alatta pontosan valami... Üvegház? Hát még gondolom, de nem tudom, hogy jót építik, és mindig nincsen kész. 16 milliárd forint kell a biodom befejezéséhez? 16 milliárd. Azt a kurva. Ja, milyen fékész most belülről itt mit megyek el minden héten mellette. Úrva, jó, jó fog kinézni. Ha kész lesz, akkor jó lesz. Ja, Jaj, jó sok pénzünkbe került ez. Úgyhogy ha már ennyit fizetünk ért, akkor csak el fog menni, hogyha egyszer kész lesz. El, Előbb-utóbb előbb, elő készen lehetne. Aha, aha. Ja, ja, És ja, ja. lesz? Vagy... Nem tudom, nem tudom, nem, tudom. Nem, 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 nem tudom. Hát, hát gondolom a valami. A látványtervek pálmák hát igen, ilyen pálmák vannak benne, meg minden. 270x180 pixeles kép, úgyhogy ezt nem fogjuk látni. ja. Még elefánt is van benne a látványterven. Élő? Nem tudom, hát gondolom, mit tudom én. Ott az elefánt. Durva. Na, jaj, úgyhogy... Úgyhogy ez van. Honnan indultunk? Ja, igen, a, hogy most már lehet előre foglalni. Előre foglalni egyet, úgyhogy menjetek az állatkertbe. Ilyet kéne, ilyen videót csinálni, ilyen puszta podcast. Vegyünk az állatkertbe. Ja, ez behind the scenes. Ja, ja. Jó lenne. Figyelj, én Faszalán télen, lenne. télen ráérek, télen, akár már hónap mehetünk. <laughs> Jó, de ezt meg kell bevétel a csatornára, hogy legyen művel. Meg kell előlegezni. <laughs> majd, ha ott tartunk. Na. Jára nem fogok ráírni, haver, azt most mondom. Jó, van, hát ősszel csináljuk még a podcastet. <laughs> Remélem. Na, most mikor kezdtük. Nézted, mikor kezdtük? Mm -mm. van. Hát több mint egy órája megyünk, de nem baj. Még van 30% a gépemben, úgyhogy... Ö, ja igen, le kell ragasztanom most már az Alma logót is egyébként. Itt már belém kötöttek. Ki? Mint az egyik kommentelőnk. Mit mondott? Hát nem tudom, mert hogy savaztam az, a izét a Windows-t is. Csúnyát mondott a mac Mit mondott? Nem tudom, hovasd a kommentet. De nem találom a kommentet, mert mondtad. Hát nem baj, nem baj, nem sértődtem meg egyébként. Csak... Le lett törölve az a komment, mert mi nem találom. Megint eltűnt egy komment. Most kihasználom az alkalmat, hogy, hogy nálunk kezdődik, fel, kezd így felállni, kezd így felállni a, a kulcsembereknek a... a, 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 a Mi van? Ezt a kivágom sorban, amit az előbb mondtál. Mit mondtam? Te <laughs> kezd, kezd így, felállni. az <laughs> meg. Na, Na, szóval kezdenek felállni a puszta, nem, a puszta podcasten belül a prioritások. Mármint? Hogy ö, én vagyok az, aki ö, nézeket, a kommenteket, próbálok minél gyorsabban válaszolni, természetesen Kolos is válaszol, de ö, Ritkában. javarészt én vagyok fent. Zakari, van. Zakari Dani, Dani, ő a szerkesztőnk. Igen. Javarészt, most már mondhatjuk. Hát csak 9 feliratkozó kell. Igen, yeah, nyomjátok meg! Igen. Szóval ö, Dani, ő a szerkesztő, te vagy a stúdiómen, plusz a hang... hangtechnikus, a vágó, a kameramen, mm, meg a host. A host, plusz te adod a... a Bár már te többet beszélsz, mint én, úgyhogy. De nem baj, én vezetem végül is a fonalat. Nagy, nagyjából, nagyjából, Igen, még. és akkor... Még. Igen. De én szeretem, ha beszélsz, mert így legalább egy kicsit pihenek közben. Én figyelek, be fogom, be fogom fogni. Bólogatok. Így, jó. Már tudom, hogy miből fogok sortot vágni, amikor mondod már akkor. Kezd felállni. Kezd felállni. Na, Na, igen. És akkor az a lényeg, hogy. Marci meg a könyv ajánló. Marci a könyv, alá, könyv ajánló. És most mondom nektek, hogy ez a YouTube, ez egy nagy szar. <laughs> Na, ezt fel egy ki. Felmegyek YouTube-ra, és... Ja, a statisztikákról akarsz beszélni, nem a nem, stúdióról. Nem, a, nem felmegyek YouTube-ra, a, a, a YouTube stúdióba, nézem a kommenteket, oda megyek, hogy új kommentek, nem válaszoltam. Lepörgetem, oké, okay, rendben, válaszolgatok, nyomás, like lájknyomás, válasz, jó, be van fejezve. Utána másik fül, YouTube, ö, 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 hozzászólások, válaszoltam, ott is átnézem, hogy Kolos mire válaszolt, jó, jó, rendben, és még utána van az, hogy látom, hogy öt komment van, de én csak kettőt látok belül. Be, a programon belül csak kettőt látok, és még azon kívül van három, amit nem látok és utána át kell mennem a sima YouTube-ra a saját felhasználó nevemen. Igen, és ott már más kommentek látszódnak. Igen. Úgyhogy úgy kell csinálni, és még úgy sem százszázalékos, hogy átmegyek, kilépek a puszta podcastből, belemegyek a saját fiókomba, a saját fiókomról rákeresek a böngészőből a puszta podcastre, <laughs> utána rámegyek, hogy videók, összes videó, pörgetés, komment, és van, hogy ott látom azt, amit a YouTube stúdióban nem látok. Az a nem a podcastes accountoddal, hanem a, a, saját, a si saját, a saját nézem, Igen. És még van, hogy úgy se látom azt a kurva hozzászólást. És most is így eltűnt, valamelyik így eltűnik. És van, hogy eltűnnek, szóval amire nem kaptok reagálást, kérdés van benne, nagyon fontos, és nem kaptok ö, ö, érdemleges választ, akkor írjátok le még egyszer. Vagy hogyha itt leszünk élőbe, akkor mondjátok, mert az élő is pont ez ilyenekre az ilyenekre jó. Élő az Mert van, nem szándékos, de van, hogy elsiklunk mellette, mert nem látom, meg nem el látom, eltűnnek el el Vannak olyan kommentek, amik nincsenek. Eltűntek. Egyszer tűntek. volt, aztán már nincs. Igen. Jajon. Például ezt a, ezt a srácot, aki valamit mondott a Macről, azt az egyik sorthoz írta hozzá, azt hiszem, és nincs meg. Nincs meg a kommentje. <laughs> Egyszerűen egy elveszett. Egy gondolkoztam, hogy csinálok egy ilyen rá, hogy csak egy ilyen szöveg lesz, betűkek írva, hogy körte. Vagy valami ilyesmi. <laughs> valami maticát rakok, rakok, már rá ide. Rakasz egy körte maticát. Ja, olyan, az, 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 az se, rossz egyébként, de, de jó, jó, ez a, a kis alma, én szeretem egyébként, de lehet, hogy már valami poént ide rárogasztok, mert ugye minden, minden adásban látszik folyamatosan, és <laughs> nehogy azt így valaki, hogy reklámozzuk az almát. Az a baj, hogy most van egyre többet, egyre jobban oda kell figyelni. Eddig is oda kellett volna figyelni, hogy miről beszélünk, de most már még jobban. Kíváncsi, ezek holnap mennyi lesznek a live -ba. Lehet, nem lesznek sokkal ne Nekem többen... ezt, ezt, nem kéne szikálnom műsorba, baz meg. Nem kéne csúnyán beszélnem, nem kéne, hogy. Lát... L Laci podcast mindig mondja, hogy figyelj, Makolos, ezt nem akarom elmondani a podcastbe, de, de el kéne mondani, de nem biztos, hogy el kéne. Mondom, hogy azért, talán mit akarsz elmondani. Egyre, mit egyre, nem... egyre, egyre, egyre magasabbak a gátak körülöttünk, mert el fog önteni a szarlé, hogyha nem jól csinálod. Hát, <laughs> és és ugye. az ilyen márkákra már, már odafigyelek, a csúnya beszédre már próbálok odafigyelni. ezt ez se kéne reklámozni, mert lényegében még, és csodó hogy ebben nem kötöttek bele, úgyhogy áh. Uh, igen, azt nem is néztem egyébként arra, majd figyelnünk kell, hogy a bevételszerzésnél az lehet, hogy kritérium, hogy van-e dohánytermék a videóban. Akkor még most, most szívom? jön? Úgyhogy ennek majd utána nézek, mert ezt nem tudom pontosan. És ugye az a helyzet, ugye, hogy a visszamenő videókra is tudunk ugye majd bevételt uh, bevétel. Akkor azokról nem? Azokról lehet, hogy nem. Oké. Okay, oh. uh... lehet, hogy lehet, hogy lassan vége lesz az jó, a szagizének a dohányzásnak. Eh, eh, tök jó volt Veletek engem soha többet nem fogtok látni, <laughs> vagy van még egy megoldás hogy mostantól. <laughs> Ezért kell még YouTube-on nézni, ki hallgat, az nem tudja, miről van szó. Hát itt csak a füst látszik. Jó. Én nem, cigiz, ez... én nem, én nem. Jó, jó, jó. Nem tudom, utána nézek majd, mert azért ott vannak eh, dolgok. Plusz olyanok, hogy. <laughs> Ugye majd be kell sorolni a videókat, hogy első percben volt-e durva káromkodás, meg mit tudom én, ilyenek vannak. Azért elég, elég erős kritériumok vannak, igen, a monetizációnál. Az első percben nem lehet beszélni? De lehet, csak akkor nem biztos, hogy úgy... Ö... Tehát úgy van, hogy ugye különböző... Re... nem volt szó az elejünk, Különböző osz. reklámozók vannak ugye a YouTube-on. És akkor vannak különböző ilyen, hát nem szintek, de hogy ilyen kritériumok, hogy például... Elnézik a videóban ö, lazább káromkodás, mint például a picsa, a seg, a, talán még a baz meg is, meg ilyesmi. <laughs> az lazább. Vannak, Akkor du vannak durva káromkodások, ö, az már másik szint. És ugye a hirdető be tudja sorolni, hogy ő olyan videóknál szeretné hirdetni a termékeit, ahol még mit tudom én, lazább káromkodás lehet, de durvábban ne legyen. És ugye neked olyan a videót, hogy szana szét van káromkodva, lehet, hogy monetizálva lesz, viszont valamelyik hirdetőnek hirdetése nem fognál megjelenni? Érted? Szóval, ja, ja. Ja, best. ja. De most nem kell, magunk, tehát ugyanúgy magunkat kell adni, nem kell semmit izélni. Most attól, hogy egy-két csúnya szó kicsúszik, nem fognak Ö, minket letiltani. Írták amúgy, hogy pont TikTokon, azt hiszem, ez most pont TikTokon jött ez a, ez a, hozzászólás, hogy azért kedvennek minket, mert oda pont a szeretem, a, szeretem a, 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 kommentelőinket, az volt a cím az egyik sortnak, eh, ahol szétaláznak minket, és ezzel <laughs> röhögünk, és akkor egy csaj odaírta, amúgy ezt is láthatatlanba tette, én ott is nézem, azt is láthatatlanba tette, csak láttam, hogy nem írt csúnyát, és engedélyeztem. És akkor ő azt írta, hogy szerintem ez az ez a, a, a gyatlankodás, amit ti csináltok, ez pont pont, nevetséges, vagy hogy mondjam, pont szórakoztató. Ez az, ez az, az, az agyatlankodás, amit ti műveltek, ez pont szórakoztató. Az a marhasság, vagy az a, az a, az a fasság, elnézést, amikor, amikor, a tévébe visznek szándékosan hülye embereket. <laughs> azt, jó. Ne? azt nem erre gondoltam, de ezt tök jó, mert én ezt nem láttam akkor. Én arra gondoltam, hogy valaki írta, hogy azért szeretem a videókat, mert mi is ugyanígy beszélgetünk a haverokkal. Igen, igen, ezt is olvastam. És bazd meg, úristen, ma mentem kifele délelőtt, autóval ültem egy 10 perc. Kábbi, és hát ugye autóba csak rádió van, régi autónk van. És... Ka kazettás? Nyugtass meg. CD-s, CD-s. cd a, a picsába, nekem, kazettás, nekem kazettás rádió. De vicc, már azért, nem a barlangból jöttem. Opel Corsa Swing, nem ne, ne egyenesen megy bele a kazetta, mert ahhoz túl kicsi a rádió, oldalasan fektető megy, bele a kazetta, és kell hozzá egy átalakító, egy kazetta, ilyen kazetta átalakító, amiből kijön egy jack dugó, az bele és akkor bele a telefon, és úgy ott azért nekem. Ja, úgyhogy Petőfi rádiót hallgattam, abban a 10 percben a Petőfi reggeli műsorát. Vagy nem petőf retrót? Nem retrót, bocsi, a bocskort. Uh -huh. Bocskort hallgattam, és az az erőltetett jó pofáskodás, ami ebben a műsorban megy. És így hallgattam tíz percet, és így, így már ők, rö rö ők röhögtek valami saját, vagy lehet, hogy azon belső. Nem, nem belsős poén volt, mert nem volt belsős poén. Nevettek valami, én nem tudom, hogy csinálni, és így ültem a kocsiba, hogy. Hogy mi a fasz? Ezt hallgatja mi valaki? van? hogy ez most, ez bicce. És, és ott röhögött mindenki, azt hiszem négyen voltak a stúdióban, és ott röhögtek négyen egymáson, és így mondom, oké, okay, valakinek biztos vicces. Az nekem a, baj, nem. hogy, az a baj, hogy én ismerek őt, aki imádja őket. Nővérem nagyon szereti Igen. Őket. Nővérem nagyon nem szere... akarok senkit megbántani azzal, aki bocsorékat szereti, csak nagyon nekem. Sz szereti őket. Nekem, van, nekem van nem. a, nem. Van a Balázsék, na, ba, van a Balázséknak egy, 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 egy nagy rajongótáboron, meg van nekik én egy. Én a csipáztam, egy, amikor van, hallgattam. Van én. egy rajongótáboruk, táboruk, és amúgy tényleg nagyon durul, mert én is sokszor hallottam, hogy az az erőltetett nevetés. Ami, amit rögtön meghall a Füled, mert, mert tudod, hogy milyen az, amikor <laughs> és akkor a háttérben még kettő... <laughs> Meg amikor vicces, Amikor viccesnek kell lenniük. Te ez a, a Petőfi Rádium is szokott ilyen lenni egyébként. Megvan, megvan, megvan. Ez a munkahelyi nevetés. <laughs> ez, mert a, a munkahelyedben van egy olyan, mindenkinek van a munkahelyi nevetése. Van a, a munkahely, te nem tudod, mert nem dolgoz olyan közegben, de van ez a munkahelyi jópofizás, a munkahelyi nevetés, hogy ez a munkahelyi <laughs> Éned, amikor egy picit így, így átalakulsz, attól függ, hogy milyen munkahelyen dolgozol. Milyen, is simulni kell. Igen, milyen munkahelyen dolgozol, milyen beosztásba, és amikor a főnököt ne akarod valami megbántani, mert valószínűleg pont akart mondani, és akkor muszáj vagy rajta röhögni, pont ez az. Aha. Pont ez az, hogy. Igen, Hú, te tényleg igazad a főnök. A kurva Te mocskos bozító és akkor és akkor mondja a főnök, hogy most kim voltunk, azt jár, most egy nagyot, és akkor nézd meg a képeket, nézd meg a képeket, érted téged meg nem enged, nem, most nem, ez csak egy kitált, sztori, nem, nem volna szó, izé, mutatja a főnököt, hogy izé, néz meg, hogy kim voltunk izé, egyet, mit tudom, hogy nem engedel, nem enged el még, még, szabadságra sem, vagy izé, el, van törve a feleségednek a lába, és akkor nem enged izé, otthon maradni, hogy tudja dápolni, és akkor néz a kicsi ott éppen a, a, a hógolyózik, építik a, a, izét, és akkor én ott csúszok, és akkor én, de jól éreztétek, jaj, és akkor kurva nyárda. Szóval ez, 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 a, tényleg most így beugrott, hogy az a rádióban az a, az a, kicsit ez a műnevetés van. Igen, mert tényleg a rádióban ugye ott muszáj jó fejnek meg viccesnek lenni. Én mondom, a Pet azért mondtam De először. Természetesen is. Azért mondtam először a Petőfit, mert én ott is hallottam már ezt. Én nem tudom, melyik műsorban volt. Mm, és, és, ott is az volt, hogy így a két ember volt, és akkor valami tök snasz témáról beszélgettek, hogy mit, igen, arra beszélgettek, hogy, hogy ki, ki, hogy csinálja otthon a házi munkát és éreztem, hogy ilyen erőltetett, izzadságszagú téma bazd meg az egész, hogy jaj, hát én amikor hazaérek, akkor csak ledobom a cipőmet, és mit tudom én, valami fasságra beszélgettek, és így rohadtul nem volt vicces egyébként, és ott röhögtek egymáson. De rohadtul nem volt vicces szerintem. És így hallgattam, hogy így Hát nem. nem és, tud, és akkor próbáltam, próbáltam gondolkozni azon, hogy, hogy, hogy én remélem, hogy mi nem ilyet csinálunk. Hogy akkor, ha ilyet, akkor most befejezzük. Úgyhogy. Én, én pedig próbálok arra odafigyelni, hogy ne, ne kezdjek el artikulátlanul röhögni, ahogy szoktam, mert nálam arra kell odafigyelni, hogy visszább magamon, vagy, mert, amúgy nincs műröhögés, csak amikor tényleg röhögök, akkor... Hát igen, de ezzel jók ezek az internetes tartalmak, mert itt sokkal szabadabb, és sokkal jobban el tudja engedni magát az ember rádióban, Kötet, nem, lett, nem lehet, károm. Kodni. Nem mindegy, hogy miről beszélsz, azért neki sincs egyszerű Persze, dolguk. Persze, hát a, a szerkesztő P megmondja, a, hogy mit csináljon. A PC-vel nem lehet kikez... Beszéljünk már egy kicsit, beszéljünk már egy kicsit, basszus. No. Kolos. Miről? Last lófasz mi? mi? Mi a lófasz? az a Last lófasz Kolos. A last last of us. Igen. Mi van vele? Te láttad mind a három részét? Csak az első kettőt. Mert? Megnézted mind a hármat? Mi van? Mi van? Te nem tudod, hogy, te nem tudod, hogy miben te nyereltél bele. Miért? Te nem tudod, hogy mi lesz a harmadik részben, basszus. Úristen, akkor szóval meg kell néznem, hány óra van, egy hét. Durva? Hát, ha, milyen, sűrűn adnak, ki részeket? Hetente. A harmadik rész... Pazd, nem. Epic. Nem, oh. nem, nem. Annyira PC. Nagyon, igen. Annyira, annyira lett a harmadik rész, spoiler alert, nem mondok annyit, hogy Kolost zavarja, de aki nem akar semmit se tudni róla, az lépjen bele egy picit. Harmadik rész. Én tegnap este lefeküdtem. De a... most nem mond el nem mondok semmit. Ja, jó, van, oké. Csak itt körbe nyalogatom a témát. Jó van. nyalogatom. Akkor itt van előtted a torta, és elkezdett basztatni róla a habot, tudod? Így, mm. szabad? Jó, 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 oké. oké. <gül> <gül> és akkor így. Izé fekszek az ágyba, és pörgetem a szokásos metódus szerint a, izét, mit tudom én, a reklámokat. Azt a podcast kommentei. <laughs> Igen, azon kiután a reklámokat, és velem szem, most minőtt a Last of Us jön velem szembe, Igen. és akkor így anyád megint Last of Us, és akkor izé, a harmadik részben most minden kiderül, la, 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 spoiler alert. Mondom, fel van a harmadik rész, pause, oké, okay, átmentem, és megnéztem, és Nagyon-nagyon PC-re tolták a figurát. Én nem tudom, hogy ez nekik ez Miért, mu... Nem um, tudom. Hogy a ez... szexuális izé, zombik vannak benne, vagy mi. Vagy pride, jó, zombi pride van, vagy mi. Jó, jó fele tapogatsz. tapogat. Jó feleket tapogat. Uh, és nagyon-nagyon és durva a harmadik rész. A, a, úgy, hogy nem mondjak el semmit. A, az elején én felháborodtam. A, elmondom a metódust. Elején felháborodtam. Ideges voltam a pc -re nem értettem, undorodtam. <laughs> Ez egy hullámas volt. Léptettem a videót, de néztem. A végén elkezdtem érzelmeket generálni feléjük, szóval jól csinálták meg. A végén elkezdtem érzelmeket generálni feléjük, akikről szó volt, utána elkezdtem őket sajnálni, megkedveltem őket, és nagyon-nagyon szomorú voltam és elérzékenyültem. Ez egy olyan hullámvasút, ez a harmadik Akkor rész. Jól csináltak valamit. Nagyon jól csinálták meg, de az első tíz percben, hogy na ne, ne szórakozatok már, bal. Ne ne, 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 Csak, ezt, csak, érted, csak ezt ne. Nincsen semmi bajom azzal, amivel, amiről szó lesz, de ez nagyon kiütötte nálam a biztosítékot, pedig nekem kéne ö, nyitottabbnak lennem, de nem ezt hát, szoktuk meg, nem ezt szoktuk meg. Nem nézted ezt... meg a furavirágot szerintem azért. Hú, hú nem nézted meg a fura világot. Ez, oh, de kár, hogy nem láttad. Na, hát megnézem, megnézem akkor, aztán majd akkor Hú. megbeszéljük. Mert amúgy... Viszont az első két rész, én többre számítottam. Nem jött be? Lehet, hogy fasság az egész, már maga a sztori. Hát jó, hogy fasság, hát persze, hogy fasság. de, de élvezhető lenne, meg át tudnám magamat adni. Izé, van ilyen 800 órás daisy imádom a daisy én ebben élek szinte, nem az, hogy ebben élek, de amikor van szabad akkor ezzel játszom, ez egy ilyen zombis túlélős játék, majd csak erről szól, de, de nem ilyen fel, 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 felállásokkal, szóval ott nincsen ilyen gombavírus, ott normál zombik vannak. Én, <laughs> Ezek ilyen zombik. Én értem a gombás zombikat, de könyörgöm, miért kellett azt kitalálni, most ezt kapcsolni, neki, nem akarja ezt tudni, de ezt te, már, tu te ezt már tudod. Igen, hogy mi, mi ez a közlekedő folyosó, vagy ez a, ez a nagy közös tudat, vagy mi az anyám van, hogyha rálépsz a, a, hát a, a gombafonára, a... ami, a, ami a beton alatt mehet több kilométereken keresztül, és akkor mi van? Hát ez igen, mert ez, ez így működik amúgy is. Tehát hogy a, a, úgy tudom, hogy a világ legnagyobb bérülénye az egy gomba. Mert a gombafonalak ugye, ugye a föld alatt ugye azok összefonódnak. És tudnak egymással kommunikálni. Igen, 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 tudnak. Hogy a ja, 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 Hát tudja a tököm. Nature is amazing. Nature? Nature. A természet ja. barázatos, vagy elképesztő. Ja, ja, Ez így működik, igen. Mondom, azt hiszem, hogy cáfolyatok azt hiszem a legnagyobb élőlény a világon, az egy gomba. Nézem, és úgy, hogy... hogy valami erdőben voltak, és mintát vettek itt, meg 8 km-re rárébb és ugyanaz a DNS volt, vagy tudja a tököm, ugyanaz az élőlény volt. Én mindent megértek. Tudja, mire van szó, az írja meg. De az, hogy most totálisan újra akarják... Kb. vették, gondolom, az ikletet. Totálisan újra akarják ö, ö, forgatni, totálisan újra akarják álmodni ezt a zombi világot. Nekem az nem tetszett, figyelj. Az, hogy oda van tapasztva a falra egy... egy... Ember. Egy, ember a, a, volt. egy ember oda van tapasztva a falra, akiből egy előbb-utóbb csak az agya maradt meg, de az is ilyen gombafonál volt, és akkor így oda volt nőve a falra, és akkor tiszta mo moherfoná volt az egész. Micélium, mert ezt tanultuk, micélium volt az apja fasza is. <laughs> és, érted? És akkor bemész egy szobába, és ott van szét máva egy ember a falon. Oké. Okay. Ja, durva. Rendben, értem. De, de hogy miért kellett ennyire túl gondolni? Egy, rohadt gyorsak. Uh -huh. rohadt gyorsak, és amúgy ebből, erről már... Fú, amikor tölti a csávó a, a fegyvert, és így csak őt mutatják, és így csak azt tudod, hogy így remeg a keze, be, <laughs> Az grohat jó rész volt, nekem az nagyon tetszett. Ö, forgótáros És az, ja. hogy hangtompító sehol nincs. Hát figyelj, a daisy be az a legelső másodperc, hogy hangtonpítós, hát vagy de ezek, nem ezek, lövöldözünk. Ezek, de ezek a, rámennek egybe bármilyen minimális szajra, hát hallottad. pítónak is van. Hát valamennyi. Hat, hat ottan kisebb, mint amikor izé, forgótáros. Mégleg legalább a falka nem szalad rád. Jó, hát, for, for, forgótáros, ilyen kézi ágyúval lövöldözöd őket, bazd meg. És mindegy, és akkor izé, ö, ö, rohagy, mert amúgy volt egy ilyen ebulú, Úció, hogy az 50-es években a zombik és most a zombik, még ez a film előtti. Már régen rég ilyen, ilyen zombik zsg. voltak, Igen. akik Igen. Így mentek. Most meg kurvára szaladtak és leharapják az agyat. És sétáltak utána, és mindig visítva szaladtak, menekültek. Igen. És utána bejött a Z világháború, úgy mi az Isten, ami benne van? Brad, Brad Pitt. Pitt. nem, lá, nem láttam. Na, ott, ott azért már szaladtak a zombik, ott már szaladtak. De azóta is szaladnak mindenhol. És, és a zombilendben is szaladnak. Igen, igen, és lehet látni szépen fokozatosan, hogy most már az meg izé, Sportos zombik. Ott, hagy, ott hagyják a, izét, a, a mit tudom én, a hogy átlagos futót hagynak a fazban, mert ez a csá... most ebben a filmben a zombiba, az végig rendesen elkapart, úgy szaladt. na Anyár. Azért, azért ne nem már túlzásokba, elkapart, így szaladt. hogy Anyár, mi következik itt? Érted? És akkor az, hogy ö, ö, egy lövés nem elég fejbe. Eddig, eddig úgy volt, hogy egy lövés fejbe meghal, most már bele kellett engedni a testébe egy fél, három darab lőszert, utána fejbe is még hármat, és még mozgott nem tudom, az a gond, hogy én rossz kritikus vagyok ilyen szempontból, mert nekem, nekem elém rakják, és, ha egyszer elkapok, akkor tetszik. És nekem tetszik. Nekem rossz vagyok ilyen kritizálásokban, nem vagyok jó kritikus. Én értem, csak én ezt az egész, egész milliót nem értem, hogy így felborítani egy... Nem tudom, nekem az első rész kicsit vontatott volt, de aztán beindult, és a második... Muszáj beindulnia. Igen, és a második rész meg nekem nekem nagyon bejött ez a, ez egy kicsit ilyen borzongós volt tényleg. Akkor láttuk meg először, hogy hogy néznek ki igazából. Hogy lehet őket megölni. Igen, meg az a rész, amikor tényleg, amikor tölti a tárat a csávó, az, az, az volt a fénypontja kisse, a kisse. annak a résznek. Amik, melyik, amikor... Bementek a, az a harmadik rész, lehet ez a harmadik részben. Ez a harmadik részben van, akkor jó, akkor nem. nem szóltam. Ja, 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 ja. Úgyhogy fassa lesz, én kíváncsi leszek. Viszont a kis csajtót, hogy én nem utána néztem, hanem így rájöttem, hogy hol láttam a csajt. Neked nem ismerős a kis csaj? Nem. Ne csináld. Nem. Ne csináld. Ne csináld. Rá, keresek. Ne csináld. Lá, 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 még, ne keres rá, de nincs meg a böngészét. Ö... Ne, 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 csináld majd, nem, nem ismerős a csaj. Nekem rögtön leesett. Tényleg? Ér, hát tök fiatal színész. De várj, várj, írd be azt, hogy... hogy, hogy, hogy ö, tr Trónokharca. A trónokharcában játszott. A trónokharcában játszott. Ő volt az ideges, a rohadt idegesítő kis hercegné. Még mm, mi? Kicsoda? Ő volt az idegesítő ö, helytartó. Bella Remzi. Igen, írd már be, hogy trónokharca. Ő biztos, hogy ő. Nem néztem utána, de ő biztos, hogy ő trónok volt benne. Vagy van egyik Game of Thrones. Ne csináld, hogy nem ő van. De ő, ő mondtam, hogy ez az, ez 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 a kis csúnya kis, rohadt idegesítő kis csaj. De mi? Én nem is emlékszem majd, mit csinált a trónok harcában. Ő, 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 havaséknak a rokon... Na. Ö havasék Tudod, ők voltak a hely... Kiknek, minek volt a helytartó? Fú, már rohadt Észak... régen láttam Észak... a trónok Éjszaknak volt a helytartója, Havas Johnnak az apja. Hogy hívták? Aki... Meg megöltek. Laci, legelső. négy éve láttam a trónok harcát. De hogy hívták a családot? Nem tudom. Akit a legelső rész... hogy de milyeneket... Havas John, várjál már! Hogy hívták? Milyen család volt? voltak ők? Ők voltak a... Yeah. Családok, tessék. Igen, Észem. igen, igen, igen. Tónok, harca, házak. Igen, nem családok. Aj, ah, basztus, az a legidegesítőbb Stark. Stark, ö, ö, igen, igen. Ó, hiszem, oh, de... mi ez a 2003-ból? <laughs> John Stark, talán. Nem nem, nem akarok hülyeséget. John Stark, olyan, John? Nem, mindegy. Nem, nem, mindegy. nem tudom. Mindegy, teljesen mindegy. Lehet, hogy nem John volt, tehát tök mindegy. Ö, az a lényeg, hogy ö, ö, voltak a Starkok, és ők ö, voltak a helytartója Északnak. Azt hiszem és a éjszakon belül, tegyük fel azt, ez egy megye, egy megye, és akkor annak a, annak, a, megyének... Annak a medyé... <laughs> Igen. Annak a megyének ők voltak a a fő <laughs> ez nagyon is Értem. A, sztá szóval a sztárkok voltak a fő annak a megyének. A vármegyének. A vármegyének. és, <laughs> ő, és voltak ezen belül alispánok, Igen. és ez a csaj egy alispán volt. És a végjátékban fel... Így fel, ismerőseire látom, de... Felbukkant, nem... és rohadt idegesítő csaj volt, ilyen nagyon megmondó, majd ő nagyon odaáll, és majd ő nagyon megmondja, és de akkor... De hát hány éves ez a csaj akkor? Nem, nem tudom, nem tudom, de ott is nagyon idegesítő volt a, a karaktere. Biztos, hogy rendes caj, ugye rendes csaj, de a karaktere nagyon szoroszott szoroszott 14, azt hiszem, azt mondta. És idegesítő volt. És 19 éves. Nem áll. Sz szegény nem úgy... Hát nem látszik annyira. Hát... Nagyon brit, tudja, hogy brit, ugye? Hú, szegény, nem tudom. Nagyon brit, igen, persze brit. Nem, nem voltak vele túl kedvesek, az istenek, vagy nem, nem tudom, nekem picit full a csaj. Ja, hát Kicsi, a szépség is... a, a szubjektív. Ö, jó, oké. Okay. Nem, néz ki rosszul, csak brit, olyan nagyon brit feje van. Minden brit így néz ki, Laci. Persze, a britek nem szépek annyira. Más a standard, mi a magyar lányokhoz vagyunk szokva, azért nem tetszik. Ja, és a magyar lányok tökéletesek. Hát a magyar lányok a legszebbek egyébként, jaj, jaj. Ja. ja, ja, ja. Na mindegy, úgyhogy ott ott is nagyon idegesítő szerepet kapott a kiscsa, és akkor így megláttam, és akkor tudom, hogy elkezd motoszkálni az agyad, hogy ezt a csajt valahol láttam, rohadt idegesítő volt, nem tudom, hogy hol is utána eszem jutott. Viszont a faszit is láttam valahol, és arra nem tudok rájönni. Én úgy emlékszem, hogy valami gonosz karakter volt. Igen, hogy hívják? Csak nem tudtam rájönni, hogy még filmben. Fú, nagyon nagyon rossz vagyok a nevekben. Valamilyen gonosz karakterre emlékszem. Valami mexikói neve a csából. Valamilyen gonosz karakter, és nem tudtam rájönni, hogy én hol láttam őt gonoszként. Mindjárt mondom neked. Azt mondja, hogy Fotóz kezd Pedro Pascal. Pedro Pascal. Tudod, hogy valami mexikói neve van. Mindjárt mondom, hogy mikbe szerepelt Pedro Pascal. Pedro, Pedro. Mi van? Pedro Pascal. Pedro Pascal. Pedro Pascal. A Mandalori. A Mandalori ember volt. Nárkosz. Trónok harcában volt ő is. Ben volt a trónok harcában. Ne, akkor lehet, hogy nézd meg, hogy ő ki volt a trónok harcában. Várjál. Pedro Pascal. Én Pascál. arra emlékszem, hogy valamilyen rossz karakter, vagy valami Kino negatív, Trons. negatív ember lehetett. Ö, basszus, ő azért ja, volt. tényleg. Hogy hívták? Igen. Pedro Pascal. Itt de mindjárt hogy... Hogy, 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 hogy. Ő, ez a jól tudott figura volt. Pedro nem sokáig élt a sorozatban. Oh, Kb. 5 vagy 6 részig élt, utána nagyon na, csúnyán meg lett tölve. A kutya, a, véreb, a, a, testvére a A testvére ölte meg. Pedro, vérebnek a, testvére ölte meg pár o bajban. Oberyn Martellnek hívták. Igen, Oberin már. Akkor lehet, hogy onnan volt ismerős basszus. Ott nem hát, volt jaj. gonosz... Az kicsit fiatalabbnak nézett ki. Hát igen, az volt, az volt, a cél. Ja, nem sokat élt ő tényleg. Nem sokat ért. Izé, a védebnek a kutya, azt hiszem védebb azt hiszem, ö, annak a, a, te, a bátyja ölte meg egy, egy mi az, egy párbajban, a, ahol ö, kiért kellett harcolnia? Én már meg nem mondom. Lehet, de hogy... Négy ő, éve láttam a trónokat. A fiókáért kellett harcolnia. Azt hiszem, a, milyen fióka? Mondjad már. Ördög fióka. fiókáért kellett Jó. harcolnia, hogyha jól emlékszem, az ő Ja ja. de így nagyon nagy filmeket nem látok. Jó, hát én nem vagyok jó filmekben, sorozatokban úgy általában úgyhogy hogy ez az én szegénységi bizonyítványom. Wonderben van kettő. Oké, okay, nagyon jó, nagyon jó. Jó van, oké. Okay. Úgyhogy, ja, nézzük folyamatosan a Last of Us-t, aztán majd beszélgetünk róla. És egyébként mindenki erről beszél. Pistéknek külön kibeszélő műsoruk van most a Last of Us ról Nem áll. Meg valami, azt hiszem a GameStar-nak is van, vagy nem tudom, hogy kinek. De most miért kell ennyire meglovagolni? Hát azért, mert ugye ez videójáték adaptáció, és ugye ők nagy gamerek Pistiék. <coughs> jó, de most mindenhol lesz folyik. Ne, ebből akarják csinálni okay. a legújabb, ön meg az életedet? Nem tudom, hát most hadd menjen, jó van az. De olyan. valószínűleg ebből akarják most megcsinálni a legújabb, legjobb sorozatot? Nem tudom, hát valószínűleg nem szar, hogy ennyien nézik. Három rész van kint. Hát jó, de valószínűleg nem szar. Nem tudom, mondjátok meg egyébként a kommentbe, Ja, Mi is erről beszélünk, mindenki nézik. erről beszél, és mi is erről beszélünk, de. Ja. Jó, hát mi, ilyen, mi ilyenek vagyunk, mi tóbb, így, mi csak így dörgölőzünk a, a, világ híreihez, meg a, <laughs> meg a trendekhez, így oda dörgölőzünk, és akkor, így, és akkor így, várjuk, hogy jöjjön a pénz belőle. Ez ezt, ez nem, ezt, ezt, ezt csináljuk. volt egy kommentelő, aki azt írta, hogy azt imádja bennünk, hogy mentesek vagyunk az alűröktől, és meg tudunk maradni olyannak, ahogy kezdtük. Úgy Még. Néz ki. Majd, ha meggazdagodunk, akkor már de, lesz. de, És ezen gondolkoztam, hogy ő mire gondolt, hogy mi az, hogy alűrök? mi az, amikor, amikor allűrözöl? Vagy nem is, azt így fogalmaztam meg, hogy mi mentesek vagyunk az allűröktől. Hát az allűr, amikor így van még kicsúszás, vagy megcsúszás, vagy Mit kéne csinálnunk? Vagy, vagy, vagy érted, neki ezt tetszik, hogy mi nem, vagyunk ilyenek. E, Megnézzük a... Ja, hogy nem, az más, jó, hogy allűr szó. rosszul ismertem ezt a szót. Megjátszott magatartás. Ja. én nem az allűre gondoltam, hanem a... Ú, mi az, amikor így megcsúszol? Igen. nem tudok beszélni, nem tudom. Na mindegy, nem tudom. De Egy, hogy, hogy érted, fáradt hogy megcsúszol? Hát amikor így, mit tudom én, például, mit tudom én, túl sokat iszol, és akkor így, és akkor így kicsit megsikdik az életed, akkor szokták mondani például. Kicsi pongóját Na mindegy, nem. nem Két alür. végén égeti a gyártyát? Nem tudom, fáradt vagyok, nem jutnak eszembe a szavak. Hát az ja, szóval nem. az alűr az azt jelenti, hogy modros viselkedés. Hát azok mi nem Látjátok, eszünk. mi ennyire, ennyire nem, nem váljuk a témát, úgyhogy és ezt, ezt nézitek. Nem tudjuk, mit jelent ez az alűr szó. Ha nem lesz belőle... magatokat. nem lesz belőle sort, akkor nem lesz belőle... Hát, meg már úgyis 500-an nézik meg, a videókat is az a De itt még nem kaptunk negatíveket. Majd fogunk. Úgyhogy, ami nem kerül ki sortba, ott nem akarnak megölni minket. még. még. Jó van. Na, szerintem lassan köszönjük el, mert uh, kezdek megpukkanni, mert lassan két órája megyünk szerintem. Ja, nem kettő, de kicsit hosszabb lett, mint szokott lenni. Még, még mi beszélgetnék, lassan kettő. Ha ah, miről beszélgetné? Nem tudom, nincs több téma. Van még 21 a gépemben. Azt hiszem, még 21 perc. Legyen már még egy téma. De lesz még egy podcast a héten. Danika. Hát vagy gyere még egyre, és akkor lesz a héten három. Nekem már kezd kicsit zugni a fejem. Na jó, na. Pedig. Elég lesz ez már, mert a, meg... a, végén megunnak minket. Ez a amúgy az az igazság, hogy két témát beszéltünk már megint csak mi pofáztunk. Na figyelj, ez a jó, ez a jó. Jó lesz szíz. elég lesz a sokból, vagy a, jó. jóból. De hogy tudsz így megfárni perc, egyik percről a másikra? Ezt nem, mert nem és rajtad, Elfárad hogy fárad az Kolos így elengedi a fonalat, és utána csá, és sziasztok, megyünk. Múltkor épp, módkor... éppen egy sztori kellős közepén köszöntél el. Igen, még mondtam volna, még pont akkor kezdtünk bele egy témába, az Na, Jó, ma sziasztok, a <laughs> Ennyi, jó, én ajánl. vagyok a host, én döntök, hogy mikor hát, a, a, de, de nem, de, de, hogy lehet így elfáradni, hogy Nem tudom, hogy szellemileg így elfáradok néha. De így, is. Hát, lehet, nem tudom. Az, hogy ni nincs egy görbe, nincs egy Itt. görbe, az így, így, így. Nyomja, 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 megy, megy, pfff, sziasztok. Ugye este hét óról ilyen én inaktív vagyok teljesen. teljesen. az mázalázane? Igen, megy az a Köszönöm, hogy megnéztétek a mai részt, és meghallgattatok. Aki nem tette volna, az iratkozom föl. mert ja. az fontos. Like, be like, mert az még fontosabb nekik, és az jó az lesz. Instára, mert ott, 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 kapjátok meg a legjobb tartalmakat és már, mint ma este 7 este hétkor live, aki, aki szerdán ja, hallgat. Ja, ja, ja. Úgyhogy uh, folytatjuk a live-on majd. Ja, ja. Csá. Sziasztok. Ugye bepisálok.